Hálás vagyok, értetek, hogy itt vagytok, hogy eljöttetek. Mindig szoktam ilyenkor végignézni ez a gyülekezeten, nem is mondtam nektek, de két vagy három alkalommal ezelőtt, így, ahogy ültetek velem szembe, eh, eh. Annyira jó volt látni, hogy olyan, olyan emberek voltatok, hogy lehet látni, hogy mindenki olyan kifacsart volt olyan. Tudom, hogy más szoktak mondani a gyülekezetek, hogy milyen jó, hogy gazdagok vagytok, áldottak, vagytok, szépek vagytok, okosak vagytok, és akkor emeljük a nívót mindjárt az alkalom elején, hogy a végén jobban megtömd a kosarat. Eszembe sincsen, tehát jó volt látni, hogy velem az élen olyan, talán két alkalommal ezelőtt, hogy így végignéztem mindenki láttam az arcán, hogy Édes Istenem, öh. Van ennek értelme, szóval higgyétek, jók ezek a pillanatok, mert e, szóval ilyenkor az ember érző, hogy ember érző, hogy szüksége van Istenre, szóval azok, akik mindig toppon vannak, mindig minden rendben van, de ezeknek semmi szükségük nincs Istenre, szóval azoknak van szükségük Istenre, akik érzik, és olyan jó volt látni, hogy olyan nyomorultak voltunk. Na, szóval, e Tényleg. Úgy végig gondoltam az egészen, hogy, hogy mindenkinek van, a mi ezernyi dolog futhat a fejedbe, hogy lesz-e munkád, nem lesz, jön -e a nyugdíj, covidos vagy-e, vagy nem vagy, be vagy-e írtva a regisztrálásba, vagy beadda -e az oltást, vagy nem, antikrisztus -e ez, vagy nem. Szóval, hogy annyi mindent szikázik az ember fejébe, és tudjátok, amikor elérjük azt a végpontot, hogy ilyen, tényleg ilyen, ó, mint, a, mint, az a kifordított zseb, belső zseb, akkor a mennybe elkezdik dörzsölni a kezüket. Na végre, végre nem okoskodik, nem magyarázkodik, nem agyaskodik. És akkor én azt gondolom, hogy a mennyi egy nagyon nagy lázba van, mert akkor tudunk venni mennyeit. Úgyhogy hála az úrnak ö, örülök neki, hogy erre a helyre olyan emberek járnak, akik ilyen ilyen kitikat. Higgyétek el ez a, ez a legjobb állapot, amikor már semmi vagy! amikor már mindent elengedtél, amikor már üres vagy, na akkor van értelme az Istennek, akkor tud jönni, akkor tud megtölteni, úgyhogy jó volt ezt, jó volt ezt látni. Én is, ugye aki itt kinnál, általában én szoktam, de bárki nagyon szívesen jöjjön, arrébb löksz, hidd el, de ez, megmutatom, ez a így főpattintott gurul, ha nem akarom átadni, akkor eltolod előlem. Tehát mindenképpen, mindenképpen, csak itt van ez a két ilyen, nem tudom, mi ez, pedál, erre lép rá, és már is mozog. Tehát a lényeg az az, hogy én is ilyen állapotba érkeztem, és, és jó volt látni, hogy, hogy, hogy emberek, közé, emberek, közé, jöttem, és jó volt látni, hogy olyan emberek közé. Tudjátok, Isten, ígyétek el, amikor nem pózolunk, és nem játszuk az agyunkat, akkor Isten nagyon meg tud indulni rajtunk. Szóval amikor pózolunk, akkor mindig azon, hogy hát én hozzád férnék, de hát hová, hát mindent eltakarsz, mindent elzársz, úgyhogy ez nagyon, nagyon, jó, ez a, nagyon jó ez a nyitottság, és én nagyon-nagyon örülök, hogy életemnek már nem folyik el az ideje azzal, hogy Sokszor az energia, meg az idő, az Isten tiszteletre való készülődéssel úgy ment el, hogy, hogy az ember a ruhát válogatta, hogy, hogy nehogy a szomszédja megszólja, hogy most nem olyan ruhába jön, uh, akkor hogy milyen illata van, lehetőleg legyen rajta a legértékesebb ékszer, hogy lástassék rajta az Ábrahámnak az áldása. És akkor az utolsó pillanatban pedig fölvettük a ágyon meg az úrpofát, mert az meg aztán nagyon fontos volt, hogy ne hívjanak el bűnvallásra. Tehát... Uh, ezért, testvérem, az a legjobb, amikor az ember bejön szabadon, és, és dicsőség ezért az Úrnak, hogy uh, a legnagyobb dolog a szabadság, amikor, és, és, kívánom, hogy olyan emberek legyetek, legyünk, akik nem támasztanak a másik felé olyan elvárásokat, amit ő nem akar, vagy ami nem szívéből jön. Úgyhogy uh, jó, uh, jó dolog ez, jó dolog ez, és azzal a reménységgel vagyunk, mint a Betesda tavánál, hogy uh, az esélyünk megvan arra, hogy jön egy angyal és felkavarja az álló vizet. Hogy mikor, azt nem tudjuk, de az esélyünk megvan arra, és ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek, dicsőség ezért az úrnak. A Hamis Egyházról kezdtem el múlt héten beszélni, mindig nehezen megyek bele ezekbe a témákba, de azért álltam meg a jelenések könyvével és a tíz parancsolattal is, mert majd meglátjátok a végére, pár hónap múlva, talán nyáron kikeveredünk ebből, minden összefügg mindennel, és ahhoz, hogy fehér ruhát tudjunk húzni, és ahhoz, hogy megértsük ezt a fehér ruhát, ami a jelenések könyvében van, az nagyon-nagyon fontos a megszentelődés, amiről a tíz parancsolat szól. A tíz parancsolat nem törvények tárháza és nem parancsolatok sorozata, hanem olyan tanács, egy olyan erkölcsi tervrajz az Istentől, ami segít bennünket felöltözködni fehér ruhába, segít bennünket megszentelődni és ö, megtisztulni. A jelenések könyve pedig nem más, ezt elmondtam már az elmúlt nyolc részben, és majd, ha folytatom a hét pecséttel, ott is el fogom mondani, hogy nem más, mint azt erősíti meg, hogy az egyedüli reménységünk az örökké való evangélium, semmi más reménységünk nincsen, se ember, se felekezet, se tradíció, se hagyomány nem tud bennünket megtartani, egyedül az örökké való evangélium rendeltetett arra, hogy az életünkben változást tudjon létrehozni. És amikor a Hamis Egyházról kezdtem el beszélni múlt héten, azt azzal a célzattal tettem, és itt, ma, ha minden jól megy, akkor be is tudom fejezni, ami a szívemen volt. Azt azért tettem, mert nagyon sokszor az választ el bennünket az igazságtól, hogy, hogy megmérgezett bennünket a hamisság. És nagyon fontos, nagyon fontos, a méreg, azt tudjátok, nem úgy megy ki az emberből, hogy csettintesz egyet és kimegy, hanem a méreg az annál veszélyesebb, minél mélyebbre eljut. Van amikor, van, amikor mondjuk most drámai leszek, de valamikor, ha valaki öngyilkos akar lenni, és mondjuk gyógyszert szed be, és ha, ha ugye az első, amit csinálnak vele, nem valami nagy orvosi beavatkozás, hanem, bocsánat, de meghányatják. Miért kell ez? Azért, hogy a nagyja, a gyorsa kijöjjön, mert ha ki tudják hozni a méregnek a 70-80%-át belőle, akkor nem végez akkor a pusztulást. Ha a méreg tovább tud haladni az embernek, egészen be tud menni az ember legmélyebb, tehát fölveszi a vérhálózat, és átjárja, és lemegy minden részünkbe, akkor ahhoz, Komoly, komoly idő kell, hogy az ember szívéből és az ember lelkéből kigyógyuljon, és ugyanilyen a szellemi méreg is. És ezért ugye arról kezdtem el beszélni, és valamikor tavaly, 2020 ba de föl is írtam magamnak, október 25-én az igaz egyházról, hogy ki az Isten népe, arról beszéltem, de azt látom, hogy ma nagyon fontos arról beszélni, mert a Biblia nagyon egyszerű, szoktam mondani, olyan egyszerű, mint a kerék vagy a faék. A kerék csak addig volt bonyolult, még nem találták föl. Ugye a, a, nagy találmányok azok mindig azért érdekesek, mert amikor feltalál valaki egy, egy nagy dolgot, akkor a többiek mit mondanak? Ja, ezt én is tudtam. Persze, csak te a második voltál. És, és ez azt jelenti, hogy a második volt, hogy nem tudtad. Mert azt tudta, aki az első volt. És ezért nagyon fontos, hogy az embernek a szívében, a lelkében Tudjuk azt, hogy az, Isten, az Istennél, az Isten igéje, az nem valami bonyolult, uttalan utak, nem egy labirintus. A vallás azért veszélyes, mert elveszik az igében, mint maci a málnásban. Tehát ugye a macit beengeded a málnásba, nem jön onnan ki. Miért? Mert elveszik benne, mert annyi szép málna van és ezért a Biblia, az ige, az azt mondja, hogy nem egy labirintus. Isten megmondta volna, ha labirintus, akkor azt mondta, volna, hogy bekeveredsz, és talán, ha szerencséd van, akkor valamikor kikeveredsz belőle. Ilyen a labirintus. Azt mondja Isten igéje, hogy van egy keskeny út, és van egy széles út, két irányú a menetrend, van egy igaz, és van egy hamis. És ezzel kezdtem, és ezt néztük meg múlt héten, illetve tavaly azt, hogy ki az Isten népe, mert azt látom, hogy ma mindenki Isten népének mondja magát, és de szeretném elmondani, hogy az különben a legnagyobb részletkérdés, hogy te vagy én, minek mondom magamat. A legfontosabb dolog, hogy Isten a népének mond engem. Isten a gyermekének mond engem. Az teljesen mindegy. Az teljesen mindegy, hogy én sokszor mit gondolok magamról, mert valamikor túl gondolom magamat, valamikor alábecsülöm magamat. Ez mindannyiunkban benn van ez, a, ez az ugrálás, de az nagyon fontos, hogy Isten mit mond. És amikor meg akarjuk közelíteni, hogy Isten szerint mi az igaz egyház és mi a hamis egyház, akkor nem emberi érzésekre, nem emberi gondolatokra, nem hagyományokra, nem tradíciókra, nem mennyiségre kell hagyatkoznunk, hanem meg kell néznünk, hogy Isten mit mondott ezzel, mit mondott ezzel kapcsolatban. És ugye ezért múlt héten csak néhány percben hadd fussam át, hogy azt néztük meg, hogy nem létezik semmilyen más, csak igaz, vagy csak hamis létezik. És ugye az is nagyon érdekes, hogy az igazat, az igaz egyházat, az igaz emberek tartják életbe, és a hamis egyházat is, emberek tartják életbe, azok az emberek tartják életbe, akik hamis tanokat szívtak magukba, és ezért tudnak, ugye sokszor elszörnyűködöm, hogy e, némelyik szolgáló e, ígbe kiáltó hazugságokat mond, és még mindig van rá közönség, és van rá vétel, és van rá vevő. Miért van ez? Azért testvéreim, mert nem lehet ráverni mindent a hamis szolgálatra, hanem vannak a hamis egyháznak tagja, és ezek a tagok tartják életbe a hamis szolgálatokat. Miért? Mert ugye ezt Pálapostól elmondta, mert a kívánságaink szerint keresünk magunknak nagyon sokszor szólót és nagyon sokszor, ö, nagyon sokszor ö, prédikátot. A legveszélyesebb életvitel, igazat mondani. Ez a legveszélyesebb életvitel. Ez egy olyan életvitel, amikor nem tudod, hogy megéred-e a holnapot. Úgyhogy Jézus pedig mit mondott, hogy minket hogyan teremtett, hogyan alkotott, hogyan képzel el, hogy igazságban és valóságos szentségben tudjuk leélni az életünket. Ezért ugye a hamis is életben lesz tartva, és majd a jelenések sorozatnak a végén, a jelenések 17. részétnél fogunk eljutni oda, hogy a hamis Isten fogja megbuktatni, és Isten fogja, Isten fogja leleplezni, és ugye ez elég nagy csinadatrával fog járni. Ezért ugye a mi feladatunk csak az, hogy megnézzük, hogy Isten mit mond a hamisról, és Isten mit mond az igazról. Különben a bölcsesség, az Isten szelleme, azt mondja Isten, hogy a bölcsességet mérték nélkül adja, az Isten szelleme nem azért jött, hogy állatkertet csináljon a közösségekből és a gyülekezetekből, hanem az Isten szelleme azért jött, hogy elvezessen bennünket az igazságra és ez egy fontos dolog, testvereim, ha a Szentlélek másra van használva, vagy az ember másra akarja használni, mint az eredeti küldetése, akkor egy óriási hibát követünk el, beleesünk egy olyan dologba, amit nem is a Szentlélek végezel az életünkben, és a másik pedig az, hogy azt pedig, amit elvégezne, azt nem tudjuk igénybe venni. Nem véletlenül Isten a szentléleket óvja a legjobban. A Szentelket már nem fogja senki keresztre feszíteni. A Szent Lelket nem fogja semmi, a Szent Lelkkel kapcsolatban már nem lehet büntetlenül csinálni a dolgokat, miért? Mert jelen pillanatban ő az egyedüli biztos pontod, aki el tud vezetni az igazságra. És testvéreim, ha őt kilőjük az életünkből, akkor kénytelenek leszünk emberi igazságokra hallgatni, és ha emberi igazságokra hallgatunk, akkor megvan az esélye, hogy megtévesztésbe keveredünk. Ezért nagyon fontos a szentlélek a, 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 az egyházba. Néha, néha, a szívem szakad meg azokért az egyházakért, azokért a közösségekért, akik óriási igei ismeretre jutottak. Tehát olyan világosság van az igéből, mint, mint azt mondom, hogy soha, talán máshol nincs is. De testvéreim, ha ez nem párosul a Szentlélek megvilágításával, akkor az történik, amit a Biblia mond, hogy ez az ige megöli őket, mert egyedül a szellem az, ami képes elevenni, tenni bennünk, a, bennünk, az igét. Ezért ugye, hogy, mondtam, még egy dolgot mondtam, ami nagyon a szívemben volt, hogy elmondtam, mert itt mindenki lebegteti, én azt gondolom, hogy a korszakváltás már megtörtént, és ma, ahogy az egy Péter levél írja, az ítélet az egyházon kezdődött, és ez az ítélet ez azért van, azért van az ítélet, hogy kiderüljön, és az ember dönteni tudjon, hogy Istenhez hűséges akar maradni, vagy nem akar hűséges maradni. És elég hosszan beszéltem múlt héten a jegyességről, hogy az ókorban a jegyesség nem az volt a fogalom, mint ma, hogy ki lehet belőle táncolni, ugri-bugri, hogy mondják ezt ma? Nix, ugri-bugri, tehát nem lehet össze-vissza táncolni, kijönni, ugye Illés is azt mondta, hogy meddig sántikáltok kétfelé, a kétfelé való sántikálás mit jelentett, hogy egyszer a Boállal voltak jegyben, egyszer pedig az Istennel voltak jegyben. És ezért nagyon fontos a jegyességről, elég hosszan beszéltem múlt héten, hogy az ókorban a jegyesség, gondoljatok csak Jézus édesanyjára, Máriára, amikor Jézus megfogant a Szentlélektől, akkor Mária Józsefnek a jegyese volt. És József nem úgy nézett a jegyességre, hogy ha terhes vagy, akkor kidobhatlak, meg ezt csinálhatom, meg azt csinálhatom veled, hanem tudta nagyon jól, hogy a jegyesség az egy ugyanolyan hűséges elkötelezettség, mint a házasság. És ugye felhívtam a figyelmeteket, hogy ne dőljetek hátra, mert egyikőtök sem él még velem az élen házasságban az Úrral. Jelen pillanatban jegyességben vagyunk az Úrral. Aki azt mondja, hogy jelen pillanatban házasságban él az Úrral, arra egyszerű a válaszom, hazudik. Azért hazudik, mert a jelenések könyve 19. részében lesz majd egy mennyegző, amin hitem szerint ö, ö, már az oltárhoz vezet engem az Úr, meg téged is, és tökéletes dolog lesz. Ott már a gyűrű, a gyűrűt ráhúzta a kezemre, ott már csak fel kell mutatni a gyűrűt, és tudjuk, hogy az úréi vagyunk. És ezért nagyon fontos, hogy ez a gyűrű ne kerüljön le a kezünkről. Mikor szokta a vőlegény visszakérni a gyűrűt, vagy mikor szokta a menyasszony visszadobni a gyűrűt, amikor az egyik fél hűtlenné válik a másikhoz. Ugye valamikor a vőlegény kéri vissza, hogy arany szívem, drága husom, ad vissza a gyémánygyűrűt, valamikor pedig a menyasszony dobja messziről, mint Dávid a paritjával a követ a szemei közé a vőlegények. Tudjátok, ez direkt ilyen teátrális dolog szokott lenni, mert annak van súlya, amikor repül a jegygyűrű. Annak nagyon nagy súlya van. azt jelenti, hogy ott valaki valami nagyon nagy bakit követett el. És utána, ha az embernek van ez, és hála az úr egy ilyen vőlegény, hogyha utána nem harcoskodunk, és megfogja a gyűrűt, kisétálunk, hanem Végig végigmászunk a térdeinken, és bocsánatot kérünk, és nem minden héten, hanem hogy egyszerűen tényleg komolyan, őszintén gondoljuk ezt, akkor Isten vissza lehet kerülni mindig ebből a jegybe. Amíg tartama, addig vissza lehet kerülni, de egy igazi boldog jegyes, az nem vágyik ebből kikerülni, az élvezi, azt tudjátok, mire vágyik, és az igaz egyháznak az első nagy ismertetőjele az, hogy remegve, remegő ajkakkal, szívvel várja a vőlegényt. Te nem várod, én alig várom, hogy megismerjem. Alig várom, hogy meglássam, mert mindenki elhitette velem, hogy szakálas. Ezért én, értitek, most ha nem lesz szakálas, akkor elmegyek mellette. Szóval ne erről próbáld megismerni, hogy ilyen válégérő haja van, és akkor így dobálja, mint a modern talking volt az a régiek, 40 fölöttieknek szól, ez ők ismerik azt a, azt a srácot. És nem akarom ilyen jegyekből az urat megismerni. Szóval nem ez, mi hajlamosak vagyunk emberek a külsőségekből való megismerésre. Ha valakinek nem úgy áll a szája, ahogy te elképzeled a buszon, akkor a pillanatok alatt beszédtárgyává válik. Vagy ha beérkezik egy új kolléga a munkahelyre, és, és nem úgy viselkedik, ahogy mi megszoktuk, vagy ahogy elképzeltük, abban a pillanatban ki lehet beszélni. Az első mondat olyan megrázom, amikor jön az új kolléga, és akkor vannak ezek a lelkes, felvágott nyelvű kollégák, és azt mondják, na, ebből se lesz semmi, talán egy hetet megér. Kézzétek el, micsoda, szerető szív mi? Milyen nagy fogadtatás ezen, amúgy is van rajta teher, mert azt se tudja, hol a WC egy új munkahelyen, és akkor a több, hogy mit csináljon, arról nem is, nem, nem is, beszélek, és akkor még ilyen felvágott nyelvvel fogadjuk. Hála az Úrnak, én nagyon vágyom, hogy, hogy meglássam, ugye János, amikor, amikor volt szerencséje Pátmos szigetén meglátni, akkor egyszerűen figyeljetek, az a közel száz éves Jánosnak minden erő kiment belőle és nem a reuma miatt ment ki minden előbelőle, belőle, hanem hogy reumás volt, hanem azért, mert egyszerűen olyat lát, figyeltek, és nem is tudták leírni. Dániel is látta Krisztust. Nem tudták leírni, ami mind a kettőben közös volt, hogy valami hófehér, mint a vattához, mint a gyapjóhoz hasonló haja van. De ez csak ugye, ez, ezt nem láttak semmit, mert közben olyan, mintha reflektorral világítottak volna. Állj oda a kocsi elé, kapcsolt fel a reflektort, és mondd meg, hogy mi van mögötte. Nem lát semmit, mert közben elvakította őket, csak egyet éreztek. És tudjátok, a, a legmegnyugtatóbb mindegyikbe, a Dánielnél és a Jánosnál is, hogy, hogy, amikor van ez a nagy pompa, ez a hófehér haj, izzóérc a lába, a ruhája, szóval minden olyan patyolat tiszta, és akkor utána megszólal egy ilyen emberi hang, aki azt mondja, hogy ne félj, állj fel. Na, nem fogod megismerni. Nem azt mondja, hogy megjöttél? Már vártunk. Balra a kínzókamra, jobbra a vezeklőszoba, hanem a hangját fogod felismerni. Tessérém, a létkérdés, hogy a hangját felismerje az ember. És ezért az igaznak, vagy a hamisnak, mert a hamis, az hamisan szól, annak is van egy hangja, van egy hangzása, van egy akusztikája a hamisnak is, és az igaznak is van egy hangzása. És az ember, ha ezt meghallja, akkor az a legnagyobb, testvéreim, egy hívő, akkor vált felnőtté, amikor különbséget tud tenni az igaz és a hamis között. Ez egy fontos dolog. Addig a gyereket nem engedett be a spájzba, amíg a, az egérméreg, vagy a, a hipó, meg a mit tudom én az üdítő ital között nem tud különbséget tenni. Miért? Azért, mert ez felelősségünk, hogy. Ö, ne történjen meg. Ezért Isten népe nem a, 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 nem az egyházak, és tudom, ez a legfájabb, elég ö, sok üzenetet kaptam a héten. Hál' Istennek olyan sokat, hogy el sem tudtam olvasni, mert ilyenkor ez nagy megkönnyebbülés, hogy nem tudom elolvasni. De a lényeg az az, hogy Istennek a népe nem az egyházak. Ez tudom, hogy tudom, hogy egy fájó dolog, meg mit arcoskodom én itt egy 65-tel Dombováron, de egyszerűen nem arcoskodom, csak tudom, hogy Istennek a népe nem az egyházak. Istennek a népe nem a bejegyzett felekezetek, hanem Istennek a népe azok a hívők, azok a személyek, akik teljes szívükből, teljes lelkükből Krisztust várják, és képesek úgy engedni az életüket megváltozni, hogy a hamis kimenjen belőlük, és az igaz pedig betöltse az egész lényüket. Isten egyháza nem egy terebben összejövő csoport. Isten egyháza nem egy, nem egy, né, egy, egy névadóval ellátott közösség, hanem Isten, em, Isten egyháza olyan emberekből áll, és olyan személyekből áll, akik hűségesen várják az őrukat. Menyasszonyokból áll Istenek az egyháza, nem tagokból, nem gyülekezeti tagokból, hanem Isten egyháza olyan menyasszonyokból áll, akik önként odaadták az újukat, hogy Isten ráhúzza ezt a gyűrűt. Testvéreim, én olyan eljegyzést még nem láttam, ahol lefogták a menyasszonyt, És a a, 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 vőlegény ilyen, ilyen, ilyen jó forró, ö, fölforrósított, mint a kovács műhelybe, olyat rakott az ujjára, és azt jó megszorította. Hát ennek semmi értelme ennek a jegyességnek. Ennek az ég adta világán. Annak a jegyességnek van értelme, amikor így adja az újját. lányomnak nem olyan rég volt a, a, az esküvője, és hát nem ismerem annyira még a, a, a vőmet, de de, de, nagyon bibliai neve van, és nagyon... Nagyon-nagyon hűséges és jó szíve van, és olyan érdekes volt, ugye ilyen gázálarcban voltunk az esküvőn, meg vegyvédelmi ruhába, de ettől is érdekes volt, de a lényeg az az, hogy aztán amikor kiment az az akkor azért gyorsan átöltöztünk civilbe, hogy azért mert azért fotót úgy készíteni, hogy a dédunokád majd megkérdezi, hogy apa, mi volt ez, hadd gyakorlat? E, tehát azért, hogy legalább egy, 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 olyan fotó legyen, ahol látszik a kis pofánk. És nagyon érdekes volt, hogy a, az anyakönyv vezetője azt mondja, hogy és hozzád fordulok, és ugye fordul a lányomnak a férjéhez, és akkor a, e, a Barnabás ránéz, és azt mondja, hogy igen. És akkor az anyakönyvvezető így, így, meglepődik, azt hát mit kell húzni? Igen, a válasz, tudom, már rég eldöntöttem, menjünk tovább. Azt az anyakai de muszáj megkérdeznem, hogy kedves, akarod-e? Azt mondja, igen, mondtam már, hogy igen. És olyan, olyan, ó, mondom, lányom, dicsőség az úrnak, ez már tudja, hogy mit akar, nincs hosszú szünet, 20 másodperces vagy félperces vállalkozás, hogy 5 perc gondolkodik, mint a bíróságon, kérünk 10 perc szünetet, gondol, igen, kész, és még az vezető is nagyon boldog volt, nagyon mosolygott, mondta, hogy jó volt, jó, minden jó volt, eh, eh, annak előtt, hogy nem láttuk egymás mosolyát, ezért röhögni kellett hangosan, hogy, hogy, hogy hallják, hogy mosolyogsz, de dicsősége ezért, ugye ilyen az, igazi, ilyen az igazi vőlegény, vagy a menyasszony, azt mondja, hogy itt van, itt az újam. És tudjátok, olyan jó dolog az, hogy az igazi mennyasszony az mit csinál az ujjával, az, az, mutogatja, az büszkén, szóval nem olyan, hogy amikor megy a, megy a buliba, akkor lehúzza a gyűrűt, tudjátok, vannak ilyen vőlegények, meg mennyasszonyok, hogyha cikis helyre menjek, akkor lehúzzák, hát ha jobb parti össze, és akkor nem büszkélkednek vele. Hanem mi a gyűrűnek a lényege, hogy így jársz, így jársz. Teljesen én két hétig így jártam, így. Így begörcsölt a kezem, mert egyszerűen jó volt mutatni, hogy, é tehát, hogy élmény volt, hogy meggyűrűztek. A madár nem örül annyira a gyűrűzésnek, mint az ember. Ez egy csodálatos dolog, mert ez egy, ez egy jel, ez egy, ez, egy, ez egy olyan dolog, amit, amit ma minden ember ismer. Figyeljetek, a gyűrűt minden ember ismeri a kis korban is tudják, az néha nehéz eldönteni, hogy, hogy a jobb kézen van, akkor mit jelent, de ezzel ne foglalkozatok, legyen fönn a kezeteken, az a lényeg, hogy ezt, ezt tud mutatni, és ezt jelenti a hűség, hogy van, amikor benne fekszel a sárba, mint a vaddisznó, és olyan mélyen van, olyan mélyen van az ember, ugye azt mondja, hogy ha pokol mélyére kerülök is le, akkor csak egy ereje van az embernek, hogy köpedjet rá, lemossa, és azt mondja, hogy hűséges vagyok, itt van a gyűrűt, megőriztem. A gyűrű megvan, Tudjátok, de de olyan megdöbbentő volt, amikor a Schindler listájába, ugye, akinek még nem vették el, mert a, a bal hátsó hatos volt, és meg tudta őrizni az aranyfogát, és akkor ugye, hogy a, adták össze a párokat, biztos emlékeztek a filmre, és akkor megtalálták, mit a Rosenfeld bácsit, akinek megmaradt hátul a, az aranyfoga, és akkor kihozták, kiúzták neki, beolvasztották, és csináltak ö, ö, haláltábor körülmények között gyűrűt. Miért volt ez fontos? Ez áldozatokkal járt, főleg Rosenfeld bácsinak, a bal felső hatos, ugrott. Miért volt ez fontos? Azért, még ott is, ahol aztán semmi, figyeljetek, ott aztán tényleg, mert ha az SS meglátta rajta, a mindjárt elvettető, de, de mégis arra az egy percre, arra a fél percre, amíg fölhúzták. És azért beszélek erről hosszabban, és múlt héten is azért beszéltem erről hosszabban, mert az Istennel való közösségnek, az igaz egyháznak az alapja nem egy épület, nem egy teljesítmény, nem a Bibliának a gyors vagy lassú olvasása, nem a bőti órák és az imádkozásos órák száma, hanem a hűség az alapja. A hűség az alapja. Csak asszonyok, gondoljatok bele, lehet akármilyen. Hogy mondjam ezt, hogy senkit ne sértsek meg? Bátor hős vagy pipodja a férjed, teljesen mindegy, vagy fordítva, férfiak, lehet akármilyen, Amazon vagy. Nem Amazon a feleséged, de ha hűséges, az a legnagyobb érték, amikor tudod, hogy akármi is van, ő egy biztos pont az életedbe. Na Isten ilyen egyházat hoz létre, és tudjátok, ez lesz a csoda, ezért örjöng az ördög, és ezért örjöng a hamis egyház is, mert ez valóság, ez megvan, ez voltak ilyen emberek, vannak ilyen emberek, és Lesznek is ilyen emberek, dicsőség ezért az úrnak. Ezért az eljegyzés, a hűség, ezért az igaz, az mindig azt jelenti, hogy hűséges, a hamis, az pedig hűtlen, elfordul, és ugye megnéztük azt is, hogy mitől fordul el, elfordul a jegyesétől, az evangéliumnak az egyszerűségétől, bejönnek a hamis Krisztusok, bejön a hamis evangélium, és ez hozza magával a hamis szellemet, és ugye ott hagytuk abban múlt héten egy Timóteus levél negyedik rész, első vers, hogy azt mondja a Timóteusnak Pálapostól, hogy az utolsó időkben nagyon sokan elszakadnak a hittől hogy ebbe ezt megnéztük, hogy kik tudnak elszakadni a hittől, hát a hívők tudnak elszakadni a hittől, testvéreim. Mi úgy hátra ebben, karizmatikusok, mert mindjárt be tudtuk azonosítani valamelyik egyházzal. Mindjárt, ó, a katolikusok mindig jól jöttek, azokat lehetett ütni, vágni, azok, azok rendjén voltak, de teljesen mindegy, valakit mindig ütöttünk, vágtunk. Nem ez a lényege, hanem azt mondja, hogy elszakadás a hittől, az mit jelent, hogy elszakadok, a hit az bizalom az hűség, elszakadok a hűségtől, azaz elszakadok a jegyességtől. Meddig áll fönn ez a veszély? Tesérém, a tíz szűz példázata mondja el, hogy meddig áll fönn ez a veszély. Az utolsó pillanatig fennáll ez a veszély, mert a tíz szűznél már mind a tíz szűz volt, de ott még mindig volt öt, aki megrendült. Azt mondja, hogy tudjátok miért rendült meg? Elmondom miért, így kezdődik a tíz szűz példázata. Késik a vőlegény. Késik a vőlegény. Figyeljetek, csak képzeljetek el egy olyan helyeséget, vagy egy olyan esküvőt, hogy meg van beszélve, hogy a mennyasszony beöltözött egy másik helyen, jön a vőlegény is, és mondjuk a vőlegényt letartóztatják, és nem ér oda. És képzeljétek el, hogy a mennyasszony beöltözve, stb. stb. Csak hogy az érzését megértsétek, hogy milyen a késésnek. És Jézus nem vitatja azt, mondja, hogy, hogy igen, kések. És más helyen megmagyarázza az igaz, hogy miért késik, miattunk késik. Ezért a késést hogy tudod kiküszöbölni? Hűséggel. Hűséggel. Olyan csodálatos az, amikor elszakítottak ugye háborúkba, elszakítottak egymástól jegyeseket, és akkor utána a háború végén nemhogy leszerelt, hanem még mondjuk a szovjetek elvitték, elvitték munkatáborokba, és ott még lerántott egy 5-6 évet. Olvassatok el, nagyon, nagyon megdöbbentő ez, és nem, nem lebecsülni akarom ezt, mert a háború tragédia volt a maga 60 millió emberével, de testvéreim, ugyanennyi halálos áldozatot követeltek a háború utáni kommunista időszakok. És kézzétek el, amikor háborúból nem jön vissza, 47, 48, 49, és még mindig sehol az emberünk, és a jegyesse meg ott van a gyűrűvel a kezébe, és minden nap ostromolják a faluba, a Géza, a Laci, meg ki tudja még kicsoda, hogy már meghalt a Pista. Ne, ne várjad! És mit mond nekem, anyasszony, de valahol, tudjátok, miért tudta várni? Elmondom, miért tudta várni. És ezt azok, akik ezt átélték, megmondták, mert valahol a szívük mélyén tudták, hogy él. Értitek? És ez a leglényegesebb. Ha te nem tudod, hogy a megváltód él, teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. És hová jársz, és mit imádkozol, és mit mondasz. Azok tudják megvárni hűségesen, akik tudják, hogy él. Tessérem, a bálványimádást azért tiltotta Isten, mert a bálványimádás ö, az indexre rakta azt, hogy az Isten él. A bálványimádás azt hitette el az emberekkel, hogy halott Istenük van. És ma is ezt akarják elítetni, hogy halott az Istenet. Azt a szíved mélyén tudnod kell, hogy él, mert akkor tudsz rá várni. Olyan időszakokban megyünk bele, ahol csak azt tud rá várni, és ezek az asszonyok elmondják, figyeljetek, hogy tudom, hogy él. És már az egész falu hülyének már férhez, már a szülei, a nagyszülei, mindenki könyörög, hogy menj férhez. Lányom, hát akszűz maradsz, vagy mit, hogy hívták ezt. Ne, menj férhez. És azt mondja, hogy én nem, mert tudom, hogy él. És kézzétek el azt a megdöbbentő dolgot, amikor az 50-es években, vagy a 49-ben betoppan a vándor, kisújjára fogyva, Szétverve lelkileg, szellemileg, fizikailag, és betoppan, és figyeljetek, nem fél hazamenni, nem a kocsmába megy először, hanem benyit az ajtón, és azt mondja, hogy tudtam, hogy itt leszel. Testvérem, a hűség az ezen a ponton kezdődik. Azt mondja az ige, ugye van egy dicséret, amit szoktunk énekelni, hogy nem vágytam nagy csoda dolgok után. Eljön az életedbe az a pillanat, amikor már nem akarod, hogy itt mindenki repkedjen egy alkalommal. Nem akarsz ilyeneket, mert egyrészt rájöttél már, hogy átvertek mind a palánkon. Hanem egyszerűen csak azt akarod, hogy, hogy, egy, egy mély, őszinte istenismeret legyen benned, hogy akármi, ha elsötétül az égbolt, ha lovasok rohangálnak jobbra-balra, de akkor is tudjad, hogy a megváltó ér. És ezért lényeges, mert a vallás az külsőképpen akar megváltoztatni, az élő hit pedig belülről akar megváltoztatni. Nem számít a füled, az órod, a származásod, nem számít a nyelved, nem számít, hogy honnan jössz, ki az apád, ki az anyád, az, a hűség az mindig belülről változtat meg. És ezért sokszor nem látjuk a másik emberen, hanem ránézünk, és nem olyan a haja, nem olyan a nézése, a járása, mint ahogy mi elképzeljük, és akkor azt gondoljuk, hogy ez nem változott meg, mert az Isten az belül akar, belül akar kicsavarni, kiforgatni, és ez a, ez a, ez a legjobb dolog. És ezt jelenti a hűség, és ez kérlek meneteket, mert mindig ez ment, ahogy szoktuk mondani, életünk elfogyt idejébe, ha többet imádkozol, ha jobban hiszel, de testvéreim, ha én nem tudom, hogy kit várok, ha én nem tudom, hogy ki ehhez imádkozok, ha én ezt nem tudom, hogy él, akkor kidobott idő az egész. Higgyétek el, és ezért érezzük azt, hogy évtizedek sokszor én ezt éreztem, hogy, és ami miatt mindent bevállaltam, ha kell országvilág előtt tartok bűnvallást, nem érdekel, hogy ki, kiminek mond, nem érdekel, azért nem érdekel, mert egyszerűen rájöttem arra, hogy nem folyhat el az idő, hát vagy, vagy, vagy érzem és tudom, hogy kiben hiszek, vagy az egész nem csinál, lehetek a legelső, a legnagyobb szolgáló is, akárki lehetek, ha nem tudom, hogy az Istenem él, és nem tudom, hogy kire válok. Ezért Jézus azt mondja, hogy mielőtt bármit csinálsz, azt mondja, hogy én az ajtód előtt állok, és zörgetek. Nem az a lényeg, hogy tanuld meg egy felekezetnek a szokásait, meg a szabályait, hanem hogy azt nyom le azt a kilincset, és engedj be engem, és én veled vacsorázok, és ha te egyszer vacsoráztál az úrral, akkor téged nem fognak soha többet megvezetni. Mert fogod tudni, mert tudod, hogy az az úr hogy beszélt hozzád, miért volt az utolsó vacsora, testvérek? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Miért egy vacsorával zárta Jézus? Miért nem egy május elsőjével? Vagy miért nem egy karácsonyjal? Miért egy vacsorával zárta? Nagyon érdekes dolog ez. Nem fogok róla most beszélni. Gondolkodjatok rajta. Miért egy vacsorával? Ez egy érdekes, nem? És vacsora, és utána elindul a folyamat, és beledöngölik a földbe. Keresztre feszítik, és vége. És egy vacsora az utolsó emlékük. És nézzétek ezen a vacsorán, mi történt nem vagyon történt, nem, hanem a vacsora úgy kezdődik, mikor nagy, mindenki nagy várakozása volt, mert Jézus azt mondja, menjetek el és vásároljatok be, nem tudták, hogy mit akar Jézus. Egy óriási várakozás volt, és figyeljetek, megérkezik Jézus nagy csönd, mint ahogy itt ültetek az elején, egy ilyen nagy csönd volt, és figyeljetek, Jézus megtöri a csendet, behoz egy lavort, és elkezdi mosni a lábaikat. Nagyon érdekes, hogy az utolsó vacsorán, az utolsó vacsorán nem buktatták le Júdást. Júdás nem lett megszégyenítve, Lúdásnak nem lett levágva a füle, semmije. Csak Júdásnak lett adva egy utolsó esély. Az utolsó vacsorán olyan dolgok történtek, amik miért volt ez, hogy az emberek tudta, azt mondja Jézus, tudta, hogy napokon belül őt keresztre fogják feszíteni. És hogy az emberekben az a kép maradjon meg. A lábmosó Jézus, a kenyér Jézus, a pohár bort, továbbadó Jézus, ez volt a lényeg. És ez egy fontos dolog, testvéreim. Ezért a hűség a legfontosabb. Itt mindig ö, ö, ezrével kapom az e-maileket, hallgass meg ezt a testvért, azt a testvért, testvéreim, a könyökömön jön ki már magam is, meg minden testvér. De saját magam is. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg az az, hogy a hűséges Istent ismerem-e. És addig mindegy, hogy kit hallgatok meg. Nekem a legnagyobb imám, hogy a hűséges Isten, és azt mondja Jézus Krisztus, hogy ha engem megismertetek, akkor nyert ügyetek van. De ha nem ismertetek meg, mindegy, hogy mi történik, mindegy, hogy mit csináltok. És ezen küzd az egyház is kétezer éve. Vitatkozunk ott, ki az igaz és ki a hamis, és kinek van igaza és kinek nincs. És a leglényegesebb dolog a hűség, és ezt a Biblia a jegyességgel érzékelteti. Ezért testvéreim, az ördög az utolsó pillanatig a Timótaus levélben ezért mondta, hogy az utolsó időkben sokan elfognak. Jézus a Máté 24-ben azt mondja, azt mondja, mikor megkezdik tőlük, hogy mikor jössz majd vissza, mikor valósulnak meg ezek a jelek, milyen kérdéseik voltak, olyanok, mint nekünk, mikor, hogyan, ki, minek. Jézus ezekre a kérdésekre nem válaszol, így lesöpri az asztal, és azt mondja, hogy figyeljetek, ez nem fontos számotokra ez. A következő fontos vigyázzatok, nehogy megtévessenek benneteket. Nehogy a hamis elsodorjon benneteket. És ezért testvéreim, a hűség, annál szebb dolog nincsen. Hát figyeljetek, ezt nem tudják ma megérteni 70 évet leélni valakivel házasságban. Egyszerűen szeretem nézni, mikor ilyen ráncos a bőrük. Az öregeknek már alig tudják megfogni, már nem is érzi, hogy fogja a kezét, és egyszerűen mutkom már rám szólt egy idős hogy mit nézek, mert úgy tetszett, hogy akkor a csókot oda nyomott a szájára, olyan, ilyen 80, 80 pluszosok lehettek, és hát, így nézte, így. És akkor papa zavarba jött, meg hát én is azt, mondja, hogy mit nézel, és akkor ott próbáltam magyarázkodni, mondom, mondom á, nem magyarázkodok, mondom, egyszerűen csodálatos. Mondom, egyszerűen csodálatos, mondom, azért nézem, hogy hogy fogom csinálni én is 90 éves koromban. Mondom, még egyszer nem lehetne olyan szép. Hát nem szép. Hát gyönyörű. Hát gyönyörű. Az beszél. Mikor olyan ember temetek, amikor hallom, hogy 50 évet élt házasságban, testvéreim, megvan a téma. Hát ez, hát ez nincs őről beszélni emberek. Hát ez egy hűséges ember volt. Ez egy hűséges ember volt. Na és ilyen, kézed mikor jön vissza a vőlegény, és akkor lehet, hogy, lehet, hogy össze leszünk verve, lehet, hogy nem lesz Covid igazolványuk, én nem tudom, hogy fogunk állni akkor, de egyet tudok, hogy, a, hogy a, a akár melyik kezemen lesz a gyűrű, akárhol fekszek, csak annyit fogok neki mutatni, hogy megvan. Érted, hogy megvan, hogy megvan. Milyen szörnyű, mikor elveszted a jegygyűrűdet, nem? Nagyon szörnyű. Persze, lehet másikat csinálni, de mégis szörnyű, nem? Hogy, hogy ú, nem áll. Hogy mondom meg otthon az asszonynak, hogy elvesztettem? Elvesztettem egyszer. Beleesett a hóba, voltam vendégségbe. És egész élenben volt. Akkor még olyan telek voltak, hogy volt hó. Majd gyerekeknek mutassátok meg interneten, hogy milyen a hó. De volt hó. És, és kézzel, elolvadt, megtaláltuk. De szörnyek voltak. Csináltattam másikat, mert ha mondom, egy gyűrű nélkül nem élet az élet. Óriási dolgok ezek, testvéreim, ezért ez a lényege, ez az evangélium, ami mélyen megrázza az embernek a szívét és az embernek a lelkét. Az a kérdés, és itt hagytam abba, hogy honnén, eh, honnén jött a hamis és az igaz vallás, honnén indult el egyáltalán az igaz és a hamis Isten tisztelet, nem akarok sok igét olvasni, de néhányat majd fogok, ha otthon érdekel a téma beneteket járjatok utána. Az egy Mózes negyedik részében, mindjárt az egy Mózes könyve elején van két fickó. Egy Mózes 4.3-tól indul a történet. Ez a két fickó, ugye Ádám és Éva ö, áldásos tevékenységük folyamán kikerülnek a paradicsomból. Innen kezdjük a történet. Amíg élünk, ez miatt <laughs> bosszankodunk, hogy ekkora, hogy mondják ezt, ekkora böszmeséget ember még nem csinál. A gyurcsány ehhez képest senki nem volt esem, a böszmeségek, ezek csinálták. Eljátszották az egészet. Na és a lényeg az, mi a lényeg ebbe? Kikerültek, és ugye Isten azt mondja nekik, hogy meghaltál bizonyal. Bizonyal elvesztetted azt a fajta hűséget. Figyeljetek, az ember akkor az édeni állapotban nem a jegyese volt az Úrnak, hanem azt mondta, hogy ismeri az Úr. Mi, mi, volt, ki az, amikor mit mondasz a feleséged, hogy ismerem? Én melyik nőre Lehetőleg, lehetőleg, az életemben egy olyan nőnek kéne ezt mondjam, hogy ismerem. Az azt jelenti, hogy ismered, hogy ismered. Ismered, akkor ránézel, ismered. Tudod, hogy mi van a ruha mögött, tudod, hogy mi van a... Ismered, ezt jelenti az ismeret. És Isten így állt, hogy ismeri az embert. Akkor mi egy nagyon elkötelezett kapcsolatban voltunk az Isten, és amikor bizonyal meghalsz, az azt jelenti, hogy kikerültünk ebből a szerelmi viszonyból, és Isten egyáltalán még az ember azt sem bicsánat, az ember elbújt, szégyelte magát, vagy büszke volt, teljesen mindegy, osszuk be. A lényeg az, hogy elbújt, és mi kellett, újra Istennek segítenie kellett, és újra Istennek tudatnia kellett vele, hogy vissza tudsz ebbe jönni. Hosszú lesz, nehéz lesz, de vissza lehet vele jönni. Akkor még nem tudta Ádám és Siv, hogy ez 6000 éves történet lesz. És figyeljétek meg, megszületik az első gyerekei, Káin és Ábel, és nagyon érdekes, itt az egymózes háromban vitathatatlanul Isten tiszteletről van szó. Azt mondja, hogy az egyik is visz áldozatot az Úrnak, és a másik is visz áldozatot az Úrnak. Mind a kettő áldozatot visz az Úrnak. Mit jelent, amikor az Úrnak viszek áldozatot? Azt jelenti, hogy Isten tisztelet. Az Isten tisztelet nem attól Isten tisztelet, hogy leülünk sorokba egy székekbe, és meghallgatjuk az előadást. Jézus elmondta, hogy az Isten tiszteletnek az alapja, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében jöjjünk össze. Ez egy nagyon fontos. És ha az Úr Jézus nevében jövünk össze, akkor Isten adott további támpontokat, hogyha ketten vagy hárman ezt megteszitek, akkor az egy igaz Isten tisztelet. Ezért bátorítalak benneteket, minél ilyen alkalommal megragadom az alkalmat, hogy ne ezekbe a gyülekezetekbe gondolkodjatok, hogy többen, nagyon nagy áldás többen összejönni, de nem ez a mérce. A mérce az a következő, hogy ketten vagy hárman gyertek össze az Úr nevében. És azok ellen nincsen törvény. Mert azt, azt meg tudod csinálni a félszobádba is, azt meg tudod csinálni a pincédbe is, a nyárfa alatt is, a milyen télfa, az nincs. Tehát a meg tudod csinálni bárhol. Ez a lényege. És ez az igaz Isten tisztelet. Így kezdődik, hogy ketten vagy hárman. Sokan mondják akkor, hogy mi miért így jövünk össze. Azért testvéreim, mert egy mozdony nem tudja úgy húzni a kocsikat, hogy közben elhagyja. Az átmenet az átmenet. Amikor még tegnap az emberek tomboltak a gyülekezetekbe, és alig várták, hogy kijöjjön a megmondó ember, és megmondja, hogy, hogy ki lesz a felesége, onnan nem lehet egy óra múlva átugrani abba, hogy hazazavarsz mindenkit. Ezt Isten el fogja, Isten elfogja végezni. Jézus nagyon jól tudta, azt mondta, hogy hát az én nevemben gyertek össze, és nem oszlatta föl a zsinagógákat. Hanem mit mondott? Bement a zsinagógába. Ja, hogy kidobták? Persze, hogy kidobták. Melyik zsinagógából dobták ki? Mindegyikből kidobták. Miért? Mert mindig tette egy aktuális bejelentést. Mi volt az aktuális bejelentése? Hát olvassátok el. Elég zabosak lettek rá. És ez a lényeg, hogy az Isten tisztelet itt kezdődik. Ezért sokaknak fáj a, fele, fáj a fele meggyőződésem, hogy azért állította le Isten ezt a nagyüzemi, vallásos szolgáltatást, ami már évszázadok óta megy az egész világon, hogy az emberek kapjanak arra, mert másképp hiába szólt hozzájuk, most leállította, és azt mondta, hogy na most akkor nézzétek meg. Most legalább muszáj megnézni, be nem tudsz bemenni a csörcsbe. Mert a pásztor épp nem ér rá. Hanem mit tudsz csinálni? Otthon tudsz összejönni, és lehet, hogy életeben nem tetted meg, most elkapod az asszony kezét, és azt mondod, hogy drágám, kihozom a bort, urvacsorázunk egyet. Jaj, ne hozz ki szívem, és ha meglátják, mit fognak szólni a gyülekezben, Tudod, az a morcos presbiter, a nagy bajszalat, az mindig beszólt. De ne foglalkozz vele, tedd meg, mert ez az igaz Isten tisztelet. Féljetek, ilyen a háború óta nem volt világméretekben, hogy így leáll minden. Nehogy azt higgyétek, hogy Istenek ezzel csak az, a, az az akarat, hogy maradj otthon. Istenek ezzel az volt az akarat, hogy nyíljon meg a szemed. nyíljon meg, hogy ne kapd meg a szombati, a vasárnapi mérgedet, az adagodat, a dózisodat, hogy ne, ne foglalkozz te vele, majd én mondom, hogy mit kecsen. Ne, hanem te borulj le az Isten elé, és te találkozz az Isten. Testvéreim, használjátok ki. Már csak egy hét a kiárási tilalomig, használjátok ki, akik még nem jöttetek össze ketten vagy hárman, ne szórakozzatok, ne a csörcsér imádkozz most, hagyd a csörcsöt, arról majd Istennek lesz gondja, hanem használd ki azt, hogy megtapasztalt, hogy milyen otthon úrvacsorázni, milyen megtörni a kenyeret, milyen leborulni az úr elé, milyen áthívni a szomszéd keresztényt, és imádkozni. Ez ezért van, testvéreim, és lehet, hogy egy soha, én azt gondolom, hogy a, a, az egyházon keste Isten az ítéletet, és tudjátok, sokszor gondolkodtam, hogy hát milyen ítélet ez? Hát szerintem a legnagyobb ítélet. A legjobb. Mert Isten úgy ítél, hogy közben felemel. Ez a legnagyobb, azt mondja, hogy figyelj, most döntsél. És meggyőződésem, hogy ilyen alkalom többet nem lesz. Aki most nem tud dönteni, az azt kockáztatja, hogy lehet, hogy végérvényesen beragad. És ez egy nagyon nagy veszély, testvéreim, higgyétek el. Ez egy, nagyon nagy, ez egy nagyon nagy veszély. És ezért minden ember két helyé van sorolva, vagy a hamisba, vagy az igazba, te nem vagy a senki földjén, nem vagy az átmeneti zónába, vagy a hamisba vagy, vagy az igazba vagy. Régen a kommunista időszakban olyan volt a határ, hogy volt a határ, volt a senki földje, az jött a másik határ. És emlékszem, amikor megnyílottak a határok, akkor mentünk először Ausztriába, és mondjuk akkor már nem volt ilyen senki földje, hanem volt egy vonal. Az egyik volt Magyarország, a másik Ausztria. És akkor ezt játszottuk, hogy Ausztria, Magyarország, Ausztria. Szóval ilyen jó érzés volt, értitek, hogy, hogy nem a semmibe vagyunk, hanem hogy Ausztria, Magyarország. Szóval ez egy ilyen jó érzés volt. Nagyon jó érzés volt. És ezért drága testereim, ez arra van ez az időszak. És nézzétek meg, mi volt minden történet a Bibliában az evangéliumról szól. Ezt a jelenések könyvére én nem győztem hangsúlyozni, hogy ne váljátok tőlem, hogy majd az őd lovat befestem kékre, és megmagyarázom, hogy mi volt, mert az evangéliumról szól, az összes lovas. A fehér lovastól a halott sárgáig, majd meglátjátok jövő héten, ha belekezdek, vagy utánoló héten, ez egy szellemi leépülés. A fehér lovas be tudjátok azonosítani a jelenések 19-ben. A fehér lovas. Vitathatatlanul az Úr Jézus Krisztus. Nem más. Hát nézzétek meg. Nem az, hogy egyszer ezül a lovon, egyszer azul a lövön. Mit jelentett? Úgy indult az egyház története, hogy teljes hittel hirdette az evangéliumot. És mi lett belőle? Halott sárga. Miért lett halott sárga? Mert nem hirdette. És meghúlt. Ez történt vele. Mert akkor élünk. Hogyha hirdetjük az Evangéliumot. És az Evangélium hirdetés nem gyülekezet növekedésre van, az Evangélium hirdetés lelkek megmentésére van, az Evangélium hirdetés nem cégalapításokra, az Evangélium hirdetés nem egyházi vagyongyűjtésre van, hanem a lelkek megmentésére van. És Isten miért zabos most az Evangéliummal kapcsolatban? Azért, mert az Evangélium nem tudja betölteni azt a szerepét, amiért Isten helyezte. Figyeltek, Isten az Evangéliumért embert adott. A saját fiát adta. Isten hagyta a saját fiát leköbdösni. Isten megalázta magát. Az élő Isten nem avatkozott bele a történetbe, amikor kinozták a fiát. Figyeljetek! Jézus, Jézusnak ez volt a legfájóbb. Nem az fájt, hogy ostorosták, hanem olyan megdöbbentő ez a mondat. Atyám! Atyám! Miért hagytál el engem? Figyeljetek, volt egy pont, ahol Jézus érezte, hogy elfordult tőle, hogy háttal talált neki. Miért? Figyeljetek, én meggyőződésem, ugye az atyát színről színre senki nem látta, de ha láttuk volna az atyát, meggyőződésem, hogy patagokba folyik a könyv, hogy ezt nem nézem, nem nézem, mert egyszerűen, ha egyet mozdulok, lecsapok, ezek meghalnak. Mi miattunk tűrt és szenvedett. Tesvéreim, milyen hűséget mutatott be a völegény, És ezért ez az alapja, a kereszténységnek a hűség, és nem, nem, nem sajnálom rá a perceket, mert ha nem ide térünk vissza, akkor nagyon nagy baj lesz. Nézzétek meg, mi lett az eredménye ennek az Isten tiszteletnek, miért mondom, hogy az evangéliumra utal, azért, mert Ádám és Évának mit mondott Isten, hogy meghaltatok, és azt mondta, hogy átkozott lesz az a föld, és vérverítékkel fogtok megélni, stb. Figyeljétek, mit csinál? Nehogy azt higgyétek, hogy az Isten tisztelet úgy kezdődött, hogy találjátok ki. Isten szólt Ábelnek is, ezt a zsidó levél 11. részből tudjuk, hogy Istennek, Isten akarata szerint való áldozatot vitt Ábel az Úrnak. Olvasd el a zsidó 11-ben. Isten szólt Ábelnek és szólt Káinnek, és azt mondta, hogy figyelj, apád és anyád elrontotta, de drága fiaim, Káin és Ábel, van lehetőségetek, nem mondtam le rólatok, és elmondja nekik, hogy van lehetőségetek, hogyan, Úgy, hogyha igaz áldozattal jöttök elém, és elmagyarázza mind a kettőnek, az egyik megérti, az azt mondja, figyeljetek, mit mondott, hogy el van átkozva a föld. Mit csinált Káin? Összeszedte ennek az elátkozott földnek a gyümölcseit, és azt, hogy itt van nesze. Mit csinált? Ábel. Olyat vitt, ami egyedi, ami különleges. Miért? Nem azért, hogy nagyobb legyen a Káin hanem azért, hogy jelezze, hogy Uram, én ezt komolyan megértettem. Komolyan megértettem, hogy, hogy tényleg van lehetőségünk visszafordulni. És figyeljétek, milyen tanítás van ebbe az egész Káinábelbe, Ábelbe, egy évig lehetne róla tanítani. Nézzétek meg az igaz Isten tiszteletnek mi volt a következménye. A mártír halál, a vér, és a hamis Isten tiszteletnek mi volt a következménye? Gyilkosság. Tesvéreim, azért kell megértened, hogy mi a hamis és mi az igaz, mert az utolsó időben nem a sátánista, nem a világi fogja üldözni az igaz egyházat, hanem az igaz egyházat mindig is a hamis üldözte. És mindig is a hamis fogja üldözni. A te legnagyobb kívód az a hamis egyház lesz. A legtöbb pofont onnan fogod kapni. Tudjátok, amikor elköszöntem a gyülekezetünktől, a feleségem a tanulmára, hónapok előzték meg azt a folyamatot, amit esetleg sokan láthatok az interneten, a következőt kértem: öleljük meg egymást, és engedjetek utamra, hadd menjek az utamra. De engedjetek úgy utamra, hogy nem mondtok semmit, nem kell tanács, nem kell, csak az volt a kérés, hogy engedjetek utamra. Nézzétek meg, mi volt ennek az útra, ezt már ti is részesei voltatok, mi volt ennek az útraengedésnek a következménye. 25-30 évvel ezelőtti bűnökelő, lejárató kampány, a gyerekeim igenis, hogy ha, ha, még nem hallották, akkor hallják meg, hogy megerőszakoltam valamit, amiből semmi, valakit, amiből semmi nem igaz. Így tud ölelni az egyház. Ezért a te ellenfeled, a te üldöződ nem a világi lesz. A világi alig várja, hogy az Isten fiai megjelenjenek. Figyelj, mit mond az ige? Sóvárogva várják. De nem a hamis egyház megjelenését, az a már tele van a puttony, hanem az igazit alig várják, sóvárogva várják. És ezért létkérdés volt, hogy ez volt az első Isten tisztelet, és tulajdonképpen nem megrázó, hogy az első emberpár a második generáció életébe eldőlt az igaz és a hamis. Tesvérém, ezt ne akard megfejteni, ez nem tegnap indult. Itt nem katolikusról van szó, meg reformátusról, így gyülekezetéről, meg például nem erről van szó, itt nem felekezeti nevekről van szó, itt egyszerűen irányvonalakról van szó. Szóval van egy igaz és van egy hamis. Mitől hamis a hamis? Attól hamis a hamis, hogy nem jó áldozatot visz az Úrnak. Féljetek, a vallás nagyon érdekes, onnan ismered fel, az igaz egyház, az mindig alulról szerveződik. Az úgy jön, hogy belülről jön az igény. A vallás meg mindig fölülről szerveződik, hogy, hogy kell templom, testvérek. Értsétek meg, kell templom. Az igaz egyházba soha nem jut eszük be, hogy templom. Egyszer, amikor hallgatják az igét, és esik rá az eső, akkor vesznek 200 négyzetméter fóliát. És van négy ember, aki tartja ezt a fóliát. Ezért a vallás az mindig felülről jön. Miért? Mert az bele akar nyomni a földbe, az rá akarja erőltetni az ő igazát. Az igaz hit meg honnan jön? Alulról, és azt mondja, hogy növekedjél, hogy, hogy egyszerűen lásd meg, hogy mi az igaz, mi a hamis. Jézus nem azért tanított, figyeljetek, csak nagyon érdekes, Jézus amikor tanított, szinte nem tudtok példát mondani, ami elmondatta velük a megtérő imáját. Miért? Mi csinált? Azt mondja, hogy tanítottam. És azt mondja, ha van ismeretetek, akkor el tudjátok dönteni, hogy én Isten vagyok-e, vagy nem. Mit kérdeztek meg Jézustól a legtöbbször? Te vagy az Isten, vagy nem te vagy? Azt mondja Jézus, döntsétek el. Keresztelő János, aki halál, biztosan tudta, hogy ő az Isten, csak elbizonytalanodott. Figyeljetek, tíz szűz példázata van ám ott, Jézus első helyevet előkerül, és kibizonytalanodott el, egy igaz szűz, keresztelő János. Keresztelő János elküldi a szolgáit, és mit, mond, mit kér Jézustól? Jézus, te vagy -e az, akit várunk most már mióta? És Jézus mit mond neki? Nem azt mondja, hogy én vagyok. János, figyelj, a vakok látnak, a süketek hallanak, a bénák járnak, rád bízom, döntsél. A vallás nem bízza rád. A vallás megmondja, hogy mit csináljál. A vallás megmondja, hogy miben higgyél. A vallás megmondja, hogy mit mondjál, mikor bólogassál, mikor ámenezél, mikor, mikor. Az Isten pedig rád bízza, bemutatkozik és azt mondja, hogy döntsd el. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis. Döntsd el. Döntsd el. És ez a János, értitek? Az a Jánost, azt, akit, akit akit bevittek, ugye ez a heródes, ez a degenerált heródes család, ugye ott. ott Na mindegy, hát látjátok, tudjátok, hogy mi történt az élete végén vele. Ez a János ez mind végigcsinálta, miért, mert megkapta az üzenetet, de elbizonytalanodott. Az a János, aki a szemeivel látta, hogy galamszát az a János, akinek Jézus oda megy, odahúzza a fülét, és azt mondja, hogy én vagyok az. Tudom, Uram, hogy te vagy az, de ez a János elbizonytalanodott a végén, testvéreim. Mi őrizte meg ez a János? Az, hogy a börtönben nem azt mondta, hogy nem érdekel engem az egész hiába volt. Anyám bár csak soha ne adott volna oda az úrhoz, hanem azt mondta, hogy muszáj tudnom. Figyelj, mit akar tudni a börtönbe, hogy mikor lesz szabadsága, hogy túlélje, hogy mehet-e tovább a vállalkozása? Nem, egyet akar tudni, hogy ő a messiás. Egyet akar tudni. Ezt az egyet. Semmi mást. És ezért Káinnál, Ábelnél mit akart? Ábel mit akart? Miért volt igaz Isten tisztelet? Nem érdekelt azt, hogy Isten mit mondtál, hogy igaz áldozatot, Uram. És figyeltek, hogy leírja az ige, hogy Ábel mit csinált. Gondosan nevelt egy bárányt, aki ez még senki nem ért. Nem volt vak, nem volt háromlábú, nem a, 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 satnyáját adta, hanem azt mondja, hogy ezt, ezt szívesen megtartanám magamnak. És azt oda viszi az úrnak. Miért vitte oda az úrnak? Testvérei, miért? Mert óriási karrier volt előtte, azt se tudták, hogy hová mennek, ki voltak rakva a pusztába. Azért, mert az Isten mondta neki, felvillantotta a lehetőséget, és azt mondta, hogy figyelj, az igaz áldozattal jössz elém, meg fogsz engem találni. És újra olyan kapcsolatban lehetsz velem, mint amilyenben apád és anyád volt. És a Káin azt mondta, hogy engem nem érdekel ez, és elutasította. És nézzék meg utána, senki nem tanította ölni, és Káin... Tökéletesen tudott ölni. Nem olvasjuk, hogy kétszer sújtott le, meg háromszor. Egyszer megütötte, és vége volt. És utána figyeld az ölésnek mi volt a következménye. Hol van a te? Hol van Ábel? Hát én nekem kell, mit érdekel engem, hogy hol van? Mondja Káin. És azt mondja, hogy kiáltani fog ez a vér hozzám, ameddig csak élsz és létezel. És tudjátok, milyen megdöbbentő, hogy Káin senki nem ölhette meg. Végig kellett neki élnie az életét. Jó hosszan. Hogy érezze ezt. Szörnyű ez, testvéreim. Szörnyű ez, és ezért fontos, hogy az Isten nézzetek, meg az egyiket elfogadja, és bocsássatok meg, nem tudok más mondani, az egyik áldozatot Isten elfogadja, a másikat meg nem. Nem majdnem, meg talán, meg egyszer, hanem nem. Drága testvéreim, ne lebegtessük az igazságokat. Az egyiket elfogadja, a másikat pedig nem. Ez van, Kainóta ez van az igaz Isten tisztelettel kapcsolatban. Ezért mondja máshol a Biblia, hogy életünk elfolyt ideje. Az mit jelent? Olyan áldozatokat vittünk az Úrnak, ami igazándiból meg se rendítette az Istent. Mi rendítette meg az Istent? Az elején imádkoztam, amikor a szívünk töredelmes lett. Az megrendítette, az ledobta a válláról. Jöhetünk ilyen ajándékkal, ő maga mondja, hogy jöhetsz akármilyen ajándékkal. Egyszerűen még ha, ha, nem vagy megbékélve az atyád fel, akkor is azt mondja, hogy pakold le az ajándékaidat. Mert nem az ajándékok a mennyisége a lényeges, hanem egyszerűen a szív nagyon, a szív nagyon-nagyon rédeges. És nézzétek meg, hogy a bűn minden gyötrelmével ott volt már az emberben, az első testvérpárban a szüleiknek az engedetlensége miatt. Mi volt a két Isten tisztelet közötti különbség? Testvérem, az emberi vallások ebbe a két kategóriába tartoznak. Nagyon egyszerű volt, hogy az egyik hamis volt, a másik pedig igaz volt. Ugye mind a kettő kapott kijelentést Istentől, Ábel is és Káin is, a kérdés mindig attól válik igazá és hamissá, hogy hogyan reagálunk erre a kijelentésre. Isten eljegyezte és azt mondta az embernek, hogy azt akarom, hogy minden ember üdvözüljön. Minden ember legyen az én feleségem. Ez az Isten akarata. És mi döntünk benne, hogy melyiket választjuk. És ezért nagyon létkérdés, figyelj, itt létkérdés, hogy tényleg te dönts benne, bocsánat, de ne a lelkészed döntsön benne. Ez a te életed, ez a te jövőd, ez a te üdvösséged, ezt neked kell eldöntened. Nem véletlenül mondja a jelenések könyvében, nem tud más mondani a hamis vallással kapcsolatban, figyeljetek, ez ma ilyen elcsépett szó lesz, de azt mondja, hogy fussatok ki belőle. Miért? Mert a te életed. A futás az nem egy ilyen, hanem az futás. Hát milyen, mikor kerget a kutya? Akkor mit csinálsz? Gyere, buksi. És sétálsz tovább? Hát, ha soha nem, másztál, ha nem másztál fáraót, azonnal rájössz, hogy tudsz fára mászni. Azonnal. Ott nem az a baj, hogy, tudsz fára mászni, hogy tudsz lejönni. Mert fölmenni, fölmész. Van motiváció. Volt egy kutyám. Nem szerette a macskákat. És fölzavarta a macskát a fára. És három napig nem engedte le a macskát a fára. És el kellett zavarni a kutyát, mert láttuk, hogy a macska szédeleg, és mondom, hát ez itt onnan magasból leesik, mindig mondják, hogy a macska talpra esik, de mondom, hát ez alszik közben, ez nem fog talpra esni. A nagyon érdekes dolog ezt, esőreim, hogy hogy egyszerűen az egyiket elfogadta, a másikat nem. Kapott kijelentést, hogyan reagálunk a kijelentésre? Ábel elfogadta az Isten szavát, Káin visszautasította. Ez ennyi. Sokszor hogy elmegyünk a fülünk, fülünk hogy mit mond Isten. Nem lényeges. Épp a héten kaptam egy videót, és nagyon érdekes a, 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 az egyik, az egyik hídgyűlökezetének a presbitere. Következőt mondja ilyen online adásba, és nagyon ide passzol, azért mondom el, név, cím nem érdekes, hanem azt mondja az egyik, hogy hogy az, hogy, a, az, hogy a, a, az Isten igé igaz, ezt már mindannyian tudomásul vettük, és ezt már tiszteletben tartjuk, de amit a szolgálati ajándékok mondanak, attól függ a jövőd. Most leegyszerűsítem, ez egy három perces beszéd volt. Elmondom, hogy miért megrendítő ez a beszéd. Nem is azért, hogy ki mondta, hanem maga az elmélet. Figyeljetek, itt már nem elhajlásról, mert azt mondja az ige, hogy sokan elhajlanak az igétől. Ne felejtsetek el, hogy az antikrisztusi időszak az már nem elhajlás, hanem mit jelent az antikrisztusi, hogy Krisztus ellenes. Tehát az mit jelent, hogy 180 fokkal teljesen másik irányba halad. Mit mond ez a jó ember nemes egyszerűséggel? És itt ez a? megértitek, hogy, hogy miért veszélyesek ezek a tanítások. A miért veszélyesek ezek a mérgek? Ez a jó ember azt mondja, hogy az Isten igényét tudjuk. Oké, rendben. Tudjuk, hogy az jó, szép, dicsőség az Úrnak, ott van benne a Bibliában, rendben, rendben, rendben. De igazándiból a szolgálati ajándék, amit mond, azt tartja meg az életünket. Testvéreim, ez azért veszélyes, mert ez egy teljesen antikrisztusi mondat. Ez nem egy megtévedt ember, ez az ember ezt tanulta, ezt hallotta, és ezt adja tovább. És ha ezt adja tovább, akkor nem egy krisztusi szellemet közöl, ha féljetek, azt mondja, hogy mit mond az ige, hogy mikor vagyunk mi az igaz egyháztagjai, ha ugyanaz az indulat van bennünk, mint Jézus Krisztusban. Ha antikrisztusi indulat van bennünk, akkor bocsássatok meg, mert majd meglátjátok, beszélek majd róla, hogy az ördög mindig máshol. Van Krisztus, és van antikrisztus. Van elpecsételés, és van fenevad bélyege. Az ördög semmi más nem csinál a történelem folyamán, csak másol. És az antikrisztusi az mit jelent, hogy odáig viszi bele az embert, az antikrisztus a föld lakósait fogja elhitetni, testvéreim. Nem egy régiót, nem egy nemzetet, hanem a föld lakósait. És még egyet, hogy a, a királyokkal, majd olvasd el a jelenések könyvet de úgyis oda fogunk menni, és a kalmárokkal, tehát mit jelent, azt mondja, hogy az üzleti elitet le fogja tarolni, az antikrisztus. Ez már nem egy elhajlás lesz, hanem ez egy kőkemény antik. És figyeljetek, ugyanabban a krisztusi formában akar megjelenni. Honnén tudod meg, hogy valami igaz vagy nem igaz? Én például, amikor kapok egy levelet és elolvasom, akkor az első, amit ebben a levélben döntenem kell, hogy meg kell ítélnem, hogy igaz vagy nem igaz. Ha betalál és igaz, akármilyen következményei vannak rám nézve, az akkor is igaz. De ha nem igaz, akkor felőlem írhat Jókaimon regényt is, és hozhat felőlem 168 ezer égét, az nem igaz. Az attól még nem válik igazzá. És ezért mindig így dől el az egész, hogy neked azt tudnod kell, hogy mi az igaz. Ez egy fontos dolog. És ugye itt volt ebben az Isten tisztében, hogy Ábel mit hit? Ábel miben hit? Azt mondta, hogy Uram, a te szavad igaz. És én ezt elfogadom. Káim, mit mondod? A te szavad nem jelent semmit, majd én tudom, hogy hogyan foglak tisztelni. Testvéreim, ezt elmondtam már sokszor, ma a hamis egyházakban az Isten szava, fájó ez így attól, hogy hallod az Isten nevét. Máté Evangélium 24-24. Az utolsó időben rengetegen jönnek majd az én nevemben, hamis Krisztusok tábanak, és figyelj, itt van a lényeg, olyan csodákat fognak cselekedni, hogy az igazakat is elhitessék. Testvéreim, ezek még meg lesznek spékelve, ez a sok hazugság csodákkal. Aminek neked ott a csodánál, amikor lehet, hogy látod, hogy, hogy kiegyenesedik, vagy mit tudom, én mi történik, nem tudom. Neked ott döntést kell hozni, és ott lesz a kényszer rajtad, hogy te ott ülsz abba a nyomorult kétfős ö, házi gyülekezetedbe, ahol sírtok, rítok, meg egyszerűen öha, borzalmas, és ez a jampi meg csodákat cselekszik. És azt mondja, hogy mi a célja ezzel? Hogy az igazaknak az elhitetése. Hogy szokták mondani a java még hátra van testvéreim. Az ördög mindig két formában jelenik meg. Jézabel, ennek a korszaknak Akháb és Jézabel, csodálatos álompár, ugye ma itt Szelegvilágban azt mondanánk, hogy ez a szép álompár. Féhetek, azt mondja a királyok könyvében Isten erről az álompárról, azt mondja a, király, a király, az Akháb királyról, ma, ö, <laughs> azt mondja, hogy hát, ilyen soha nem volt Izraelben. De ezt nem pozitívan mondja, hanem most én a magam szavait találnám rá, de ezt nem akarom most mondani szegény szülők hazáig megint magyarázkodhatnának. Azt mondja, hogy olyan király, azt mondja, ilyen, ilyen nem volt Izraelbe. És mondom, ezt negatív előjellel mondja. És nézzétek meg, hogy nagyon megdöbbentő volt, a Jézabel mindig két módon jelent meg. Az egyik, amikor ellopta a pecsétet, és a király nevében elkezdett arcoskodni, és hatalommal cselekedett. De volt egy másik, Jéhunál mit csinált? Főhúzta a bikinit, és azt mondta, a vár, hogy Jéhu, látod, ilyen szép vagyok? Csak Jéhu mit csinált? Azt mondta, hogy igen, persze, szép vagy. Még ezt sem mondta a Jéhu. Azt mondja, három perced van, és fölérek. És ha fölérek, akkor nem strandolni fogunk, hanem meghalsz. És nézd meg, Jéhu, mit csinált. Most megint nem részletezem. Mindig két formában jelenik meg. Ha nem megy már az erőhatalom, akkor megjelenik a szemfényvesztő. Áldjon meg az úr testvéreim! Nagyon szeretünk téged. Nagyon szeretnél. Próbáld meg, hogy hogy szeretnek egy gyülekezet. Mond meg, hogy át szeretném menni egy másik gyülekezetbe. Mindjárt kiderül, hogy hogy szeretné. Csak először csak vízből próbáld meg. Aztán utána komolyan. Mindjárt kiderül. Mindjárt kiderül, hogy hogy szeretnek. Drága barátaim, ezért nagyon fontos, hogy ezek voltak a, ezek, ezek, óriási különbségek, hogy Ábel kijelentést kapott, Káin visszautasította a kijelentést. Ábel elfogadta a bűnöknek a bocsánatát, mert Ábelnek mit mondott meg Isten, hogy Ábel, amióta apád és anyád bűnbe esett, azóta vért kell, azután, azután vért kell ontani a bűnöknek a bocsánatáért. Ezért Ábel nem mandarint vitt, meg nem mangót, meg nem almát, meg nem diót, mert annak nincsen vére. Legalább vérnarancsot vitt volna a drága pára akkor valami imitáció lett volna. Hanem, mit mondott? Ebbe benne van az evangélium. Ebbe benne van, miért bárányt vitt? Az első pillanatok ez a miért bárányt vitt? A bárány minek a jelképe? A bárány mindig is a messiásnak volt a jelképe. Csak az idők folyamán pontosítja a jelenésekben már, hogy hívja a bárányt? Megöletett bárány. A bárány mindig ennek volt a jelképe. És ezt vitte áldozatul. Ezt vitte áldozatul. A bárányban benne volt a potenciál. A bárányban benne volt. Benne volt, ezért figyeltek, a báránynak a vére kellett. Isten azt mondta, hogy nem így akartam, a bárány vére kellett volna, hogy kiáltson a földről. És most kinek a vére kiált? Az ábelé. És utána mondja Isten, de az Úr Jézus Krisztus vére jobbat beszél. Az ábelése volt semmi, de az Úr Jézus Krisztus vére jobbat beszél, mint az Ábel vére. Ábel megértette, Ábel megértette, hogy hogyan lehet visszafordulni az Istenhez, mert átvette a kijelentést. Káin nem értett belőle semmit. Káin erőből akart átnyomni. Káin a maga választotta Isten tiszteletet akarta. És ez a kettő fiú között egy óriási különbség volt. Innen indult a hamis és az igaz Isten tisztelet. Káinnál nem folyt vér, Ábelnél folyt vér. Sajnos melyik vér folyt? Sajnos a sajátja. Sajnos a sajátja folyt. Ezért, drága barátaim, ez egy nagyon fontos dolog, ma is a hamis egyház fő ismertetője az a hamis teljesítmény. Mit jelent a hamis, a vallásos teljesítmény? Az azt jelenti, hogy nincsen természet fölötti alapja. Egy vallásos teljesítménynek nincsen természet fölötti alapja. Annak, hogy részt veszel egy 120 órás ima alkalmon, ennek nincsen természet fölötti alapja. Tudod, minek van természet fölötti alapja? Amikor kijössz a paráznaságból, amikor kijössz a házasságtörésből, és nem kamuból, amikor kijössz a lopásból, a káromkodásból, kijössz a szeretetlenségből, ennek van természet fölötti alapja. Honnan tudod? Onnan, hogy emberként szeretni a büdös életben nem tudnál ha nem kapnánk segítséget. Az első emberpár nem tudott szeretni. Ugyanígy Kainokra és Ábelekre voltunk osztva. És ezért egy nagyon fontos dolog, hogy ez, ehhez kell az erő. Az erő nem arra kell, hogy egyes emberek cégeket alapítsanak és meggazdagodjanak. És a színpadon döntögessék az embereket. Az erő arra kell, hogy belül meg tudjunk változni. Nézd meg a vallás, 2000 év óta, mit csinál. Láthatóvá akarja tenni az erejét. Olyan katedrálisokat én építészettel foglalkozom, tesőreim, ha bemegyek egy ilyen katedrálisba, köpni, nyelni nem tudok. Csoda! Nem volt daru, nem volt felvonó, mit tudom én, semmi nem volt. És akkora ív van, majd egy kömüvesnek, ha azt mondod, hogy egy métert hidaljál át, hogy ne hajoljon be, akkor elmegy a, a, az üzletközpontba eladónak, mert azt mondja, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Ezek 40 métereket hidaltak át, úgyhogy semmi nem volt. És ott áll a mai napig, és nem dől össze, majd a jelenések 19-ben összefog, de addig még kibírja. És ugyanez vonatkozik a miénkre is, azért mert nincs templom, ugyanezt eljátszotta a reformációs mozgalom, eljátszotta a karizmatikus mozgalom. Hát nézzétek meg ilyen épületek. Karizmatikus mozgalomban 105 ezer, 110 ezer főt befogadó létesítmények. Mintha a wembley befetted volna. Mindez miért? Egyetlen egy ember tiszteletéért, akit nem Jézus Krisztusnak hívnak. És mi értelme lesz ennek? Semmi. Tessére, én ebbe fáradtam bele, hogy évtizedekig jártam, és külsőleg mindennek meg kellett fejek, de nem értitek, meghasonultam magam, mert nem volt belső változás. Nem volt belső változás, és egy idő után már nem érdekelt, hogy hányan ülnek a sorba, nem érdekelt, hogy milyen szép a dicséret, nem érdekelt, miért nem érdekelt, azért nem érdekelt, mert nem volt belső változás, mert még mit tudom én, ez volt a tragédiánk, értek, hogy még x év után is az embernek megfordultak olyan gondolatok a fejébe, sőt meg is csinálta, ami azt jelentette, hogy uram, ha hát nem változtam meg, és ez szörnyű volt szembenézni. És ott az emberek döntést kellett hozni, hogy akkor most melyik? Megyünk tovább, és ellovagol az élet mellettünk, vagy hagyjuk magunkat, hogy megváltozzunk. És ma ezért van éjség, és ezért, ezért, az Isten, ezért fúj egy nagy trombitát, és azt mondja, hogy emberek, engem nem érdekel, hogy hány éve és hová tartoztok, akartok-e? Valóság. És ha te tudod, hogy valóságosan megváltoztál, akkor téged az nem fog érdekelni, hogy két emberrel ülsz egy szobába, ha te tudod, hogy megváltoztál, akkor téged csak az érdekel, hogy hálát adj az Istennek. Ha egy embernek, egy embernek, ha kettőnek, kettőnek, ha háromnak, háromnak. Ha pedig nem változtál meg, akkor tök mindegy, hogy hány ezer ember között ülsz. Teljesen. Hát ezért mindig ez volt a mércéje, hát hánytam tőle, hogy hányan vagytok a gyülekezetbe. Figyeljetek, két kérdést tettek fel, akik évek óta nem láttak. Hogy megy a vállalkozás? Ez volt az első és legfontosabb, a másik, hogy hányan vagytok a gyülekezetbe? Ez volt a két kérdés. Ennyi. Nincs több kérdés. Ha erre helyesen megfeleltem, tovább jutottam a következő öt évre. Ha nagyon helyesen megfeleltem, ühettem az első sorba. Ha nem feleltem meg, és azt mondtam, hogy egyik se jó, akkor mehettem oda hátra. Vagy hogy szokták mondani a gyömrőin, hetes szektor. A hetes szektor az mindig az elfekvő volt. Tessérem, így alakult, Ki kialakult, hetes szektor. Itt tartunk. Jézus Kisztus hol mondta a gadarénusnak? Ja, te gadarénus vagy, hetes szektor. Ja, te házasságtörő vagy, hetes szektor. Ja, te szamáriai vagy, hetes szektor. Nem ezt mondta neki. Egészen más mondott neki. És ez egy, ez egy, ez egy lényeges ismertetője, hogy felismerjük-e, hogy tudunk-e dönteni, hogy kapunk-e kijelentést. És Káinnál testvéreim ez egy fontos dolog volt, hogy elutasította ezt. És Ábel természet fölötti megerősítést kapott az áldozattal kapcsolatban. És ez, higgyétek el, hogy a hamis egyház ismertetője, hogy nincs benne természet fölötti. A vallásos szolgáltatás ne keverd össze a természet fölöttivel. Mert ha az Isten szemében valami természet fölötti, ez a te változásod. Hogy az ádámi, évai bűnös természetből Krisztus jellemet tudsz hordozni. Testvéreim, ez a természet fölötti. A Krisztusi jellem a természet fölötti. Nem az, hogy az Ádámra meg az Évára mit öltöztetünk és mit húzunk, hanem az, hogy van-e Krisztusi jellem. És ez, 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 nagyon, ez nagyon, nagyon fontos. És Ábel békességet, Káin vallása pedig gyilkosságot eredményezett. Testvéreim, ez egy nagyon fontos különbség. Sokan kérdezik tőlem, hogy de honnén tudom, hogy ott van az Isten. Testvéreim, onnan tudod? Én is így vagyok, elolvasok egy levelet. Ha békességem van tőle, és nem érdekel, mondom, így el, vagyok annyira őszinte, hogy ha beletalálnak, akkor visszajövök, és azt mondom, hogy igazad van. Tök mindegy, hogy mi az. Ezen rég túl vagyok. Hanem egyszerűen, amikor békességet hoz, tudom, hogy az Isten békességgel jön. Azt mondja, békesség nektek. Megérkezik a feltámadott Jézus Krisztus, nem azt mondja, hogy hú! Töltsd be őket! Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy békesség nektek. Békesség nektek. Jézus, amikor jön, az békességet hoz. Az békességet hoz. Péter, amikor sűjtett, ott azért nagy bajba volt. Vihar volt, sűjtett, Jézus azt mondta, hogy nem jön, Peti. Két méterem vagy? Na, ez ezért. Öt méterem vagy? Na, ez majd előleg a füllevágásért. Hanem mit csinált? Azonnal lenyúlt. Amikor jött Jézus a vizen járt, ugye ez nem egy hétköznapi dolog volt. Srácok meg bent küzdöttek az elemekkel. Mit mondott nekik? Ne féljetek. Nem azt mondta, hogy hú, itt vagyok. Egészen más. Itt tudod megkülönböztetni, hogy békességed van. Jézus, amikor megérkezünk hozzád, akkor nem az van, hogy összeugrik a gyomlod. EKG elszáll, vérnyomás elszáll, vércukorszint elszáll, mert békességed van. Békességed van. Testvéreim, átéltem olyan Isten tudjátok, hol volt a békességem? Elmondom. Mikor vége volt, és beültem az autóba. Ezt nem mertem akkor beol, de értsétek, mert nem mert az ember beismerni, mert azt hitte, hogy szentségtörés, de őszintén megmondom nektek, hogy kiültem az autóba, és egymás részünk a családja, és halleluja. Mondtam is, hogy miért nem az autóba tartjuk az istentiszteletet? Há' mennyivel jobb lett volna? Versforoltunk volna magunknak 3-4 órát? <laughs> Igen. Drága barátaim, ez egy fontos dolog, a hamis egyházat muszáj megkülönböztetni. És nézzétek meg, hogy a két vallás, a két dolog már régóta jött. Miért? Mert az ördög azt mondta, az Isten azt mondta, hogy Ábel, te megértetted, Káin nem értette, meg nem vetlek el, próbálkozom veled, de figyelj, ahogy az ember elutasította az igazit, mindjárt ott volt a fülébe a hamis. Mert a másoló, ez ilyen gyors másoló az ördög, tudod? Hogy lejön a másolat, és abba a pillanat, lejön az eredet, és abba a pillanatban ott van a másolásban. Abba a pillanatban. Nézzétek meg, az egész életében másol. Miért másol? Tudjuk a forrását Ezekiel könyvébe, mert olyan akar lenni, mint az Isten. Ez egy fontos dolog. Figyeljetek, Isten azt mondja Ádám és Évának a kert, egyetlen egy fájáról ne egyetek. Ez egy kijelendő mondat volt. Egyetlen egy fájáról, és ne egyetek. Jön az ördög. Bizonyal azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen egy fájáról se. Egyetek. Jó volt a másolat? Jó volt. Mindenbe, minden szavába stimmelt, egy betű volt a különbség. Ez benézte Évi. Utána benézte Ádi, és ő rajtuk keresztül benéztük mindannyian. És ennyi volt. És ennyi volt. Azt nézzétek meg, számtalan ilyen, ilyen, ö, ilyen példa van, és ugyanez lesz ugye ezzel a pecséttel mindenki el van foglalva, meg a fenevad bélyegé, vagy a covid-e, vagy nem a covid, stb. 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 Figyeljetek, ö, nagyon egyszerű a kérdés. Isten eldöntötte a jelenések könyvében, hogy egy ilyen időszak, amikor megítélte az egyházat, és az emberek azt mondták, hogy én Krisztushoz akarok tartozni, akkor Isten azt mondta, hogy az égyeimet elpecsételem. Jelenések könyvében el fogjuk majd olvasni, ezt úgy hívják, hogy elpecsételés. Ez a talán az ötödik pecsét feltörése, vagy a hatodik pecsét feltörése után van. Majd a pecséteket, hogy törögetjük, mint a tojást, egyszer csak ott lesz az elpecsételés. Az elpecsételés mit jelent? Az elpecsételés azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy a világban mi történik, Istennek ott lesznek, a, ott lesznek azok az emberei, akikor Isten tudja, hogy hűségesek lesznek hozzá. Ezt jelenti az elpecsételés. Az elpecsételés az azt jelenti, hogy tulajdonképpen ott már, ott már Isten azt mondja, hogy ez egy visszafordítatlan folyamat, de azt neked kell. Az ördög látja az elpecsételtek számát, és utána a pár verszak múlva bedobja a fenevad bélyegét. A fenevad bélyege szintén egy elpecsételés. És a mai napig mindenki fejtegeti, hogy a, a homlokomon, meg a kezemen. Testvéreim, az egész jelenések könyve, az egész Biblia, hogy túlélje a történelmet, jelképekből áll. Ez mit, jelenti? mit, jelent a homlokodon és a kezeden? Az, hogy meg fogja bédítani a gondolkodást, és meg fogja béníteni a cselekedeteket. Ha egy keresztény nem gondolkodik, Pál mivel kezdi a szolgálatát, és mit javasol először, Róma Levél? Változzatok el a ti elmétek megújulása által, más fordításba. Gondolkozzatok már másképp, mert ha nem akartok másképp gondolkodni, akkor egyszerűen nem lesz belőletek semmi. És a másik helyen pedig mit erősít meg az ige, hogy lehettek ti nagy hívők, ha nem mozog a kezetek, és nincsenek mellé párosítva cselekedetek, akkor a hit cselekedetek nélkül halott. És amikor Jézus visszajön, akkor mit mond? Találok-e hitet? Ő nem olyan elméleti hiteket keres, hanem találok-e olyan embereket, akik cselekedtek. Mi a fenevad bélyege? Megbínítja azt a két dolgot, amivel Krisztus tudod követni. Meg kell változnunk a gondolkodásba? Persze! Persze! A szomszéd átünti, átünti a trágyát, nekem mit kell csináljak? Mennyi atyám, bocsáss meg, neki nem tudja, mit cselekszik és viszek át neki egy tálca almáspitét. Ehhez meg kell változni a gondolkodásmódnak? Hát, szerintem. És úgy, hogy az almáspitével nem arcon vágod, hanem odadod neki. Nagy különbség. Mert egész szépen, nem viszed az almáspitét, drága szomszéd, hogy a... Na de ez akkor nem változott meg a gondolkodásmód. Ehhez, ehhez kell erő kell, természet fölötti kell, természet fölötti kell. Megkér a feleséged, drágám nyugodj le, ne bánsd. Ez elég. Hát kinek? Nekem sose volt. Ezért, barátaim, ez egy fontos dolog, és ezért ilyen párhuzamokat, ilyen, ilyen, ilyen párhuzamokat lehet vonni, mert rengeteg, uh, rengeteg, uh, rengeteg, hamisítást, uh, rengeteg hamisítást csinál, a, rengeteg hamisítást csinál a, a, az ördög. És nem csinál más. Nézd meg, igaz proféta? Mit talál ki rá? Ott az utolsó időkben mi lesz? Hamis próféta? Krisztus? Mit csinál az ördög Krisztusra válaszként? Antikrisztust. Nincs olyan nap alatt. A jó hírem, hogy az Úr a másolatot mindig megelőzi az eredeti. Tehát miért mondom én, mert sokan most férnek a Covid-tól, testvéreim, hogy miben halsz meg, Petőfi is egyet kér csak, hogy ágyban ne, és ne párnák között. Ennyit kért. A többi az mindegy volt. Én szerintem ezt lassan mi is jobb, ha elkezdünk ebbe gondolkodni. De egy nagyon érdekes dolog, hogy ne felejtsd el, hogy a te elpecsételésed, ha az Úrban vagy, az meg fogja előzni a fenevad bélyegének a fölhelyezését. Mert az ördög le van maradva, ha csak egy tized másodperc is, de le van maradva. Tehát amikor téged elpecsételtek, az azt jelenti, hogy azt te az úr tulajdona vagy, téged az már nem fog érinteni. Ez egy fontos dolog. Az Isten nem úgy pedig, nem azt mondta, hogy fölkenték a zsidók a vért, és akkor Istennek nem tetszett egy negyed a sem föl, és azt mondja, hogy ja, ti is fölkentétek? Ja, hát most ha meghaltatok, bocs, elfelejtettem. Nem. Aki ott fölkente, az élve maradt. Az a, és, és mondok még egy érdekes dolgot, vegyétek figyelembe a pusztát. A pusztában nem csak azt kapta a mannát, aki megérdemelt, hanem a pusztában azt kapta a mannát, aki elhitte. Ez egy, egy nagy tortura volt a mannával. Még a mannával is mi mit akartunk? Bespájzolni. Ezért tessék, az elpecsételés az egy védelem alá helyezés. Miért nem fél egy hívő a fenevad bélyegétől azért, mert a kettő nem történt. Ez ugyanaz, mint amikor Jézusnak mondták, hogy Belzebub által szósz. Nem tudom, olyat nem tudunk csinálni, hogy el vagyok pecsétele az úrnak, és akkor még rányomnak, és akkor olyan leszek, mint egy postai könyv, hogy tele leszek bélyegzővel. Vagy ez lesz rajtam, vagy az lesz rajtam. Féljetek, mi tetszett meg az ördögnek? Jézusnak van mennyasszonya? Szuper! Akkor nekem is lesz. És lesz neki? Lesz neki. Kevés? Nem kevés. Csak szeretném elmondani, hogy az Antikrisztus és a Krisztus között van egy jelentős különbség. És figyeljetek, hasonlítani, el fogja hitetni a föld lakósait, tehát nagyon hasonló dolgokat fog tenni. Egy különbség lesz az indulat. Értsétek meg az indulat. Az indulat. Nekem olyan szép, amikor elmondja az ősi anyaszentegyházam nagy vezetője, hogy szeret meg, stb. stb. De utána, figyeljetek, épp a, épp a, napokba kaptam egy üzenetet, azt mondta, hogy akik elárulták a gyülekezetüket, akik elhagyták, azok a sátán szolgái. Árulók és a sátán szolgái. Ezzel önmagában semmi baj nincs, mert ez egy dicsőség, ha az emberre ilyet mondanak. De van vele egy másik baj, tesvérem, a vádlással van mindig, van mindig egy baj. A vádlással az a baj, hogy a vádlás, az nem Krisztus indulat, hanem anti-Krisztus indulat. Tehát itt a baj nem azzal van, amit mond. Jézus azt mondta, hogy nem azzal volt a baj, az indulattal van a baj. Nem azzal van a baj, hogy tetszik a szomszéd asszony, hanem a baj honnan kezdődik, hogy beengeded a kívánságot. Ha Dávid, amikor az erkélyen áll, mert ott volt, sansza volt, hogy észrevesz egy jó csajt. De ugye, hogy kezdődik ez az ige? Olvassátok el. Amikor a királyok hadba szoktak menni, ő akkor mit csinált? Velneszbe volt az arany szíve. Mi lett a wellness következménye? Az, ami lett. Ha hadba ment volna, akkor mit látott volna? Hát egészen mást. És ezért ugye az igaz és a hamis az mindig ilyen egyszerű dolgokon, egyszerű dolgokon működik. Mon, ö, működik. Néztek meg, hamis proféta, igaz proféta. Jézus mit mond, mivel lesz tele az utolsó idő? Hamis Krisztusokkal, hamis profitákkal, máshol. Kísértetiesen elmondja. Azt mondja, hogy fej, ma is a hamis profita, a fehér ló. Most éppen az aktuális fehér ló az a Covid. Csak az a baj, hogy ez az ember már nyolc pojreképpen azonosította a fehér lovat. És mit mond a fehér a Biblia jelenések 19-ben? Jézus milyen lovon jön? Egy ócska szamáron jön? Nem. nem majd megnézzük ezt a jelenéseket. Drága barátom, ez kulcsfontosságú dolog, hogy ezeket a különbségeket felismerjük, mert mindig, mindig van ördögi, mindig van ördögi másolat. Ezért ne féljetek itt a dolgoktól. Az Isten benneteket, ha hűségesek vagytok hozzá, és a jegyűrűt megőrzitek a kezeteken, akkor az Isten benneteket el fog pecsételni, és utána rátok, senki más nem nyomhat pecsétet. Hát miért jegyeztem el a feleségemet? Hát volt egyszer egy olyan, hogy a, egy ilyen nagy teremben ültünk, és láttam, hogy egy szőkehajú srác nézi a feleségemet. Nem mondom el, hogy mit csinál, most gondoltam, hogy elmondjam. El. Oda mentem hozzá a végén beszélgetni. Jó, akkor maradjunk el. Nem vertem meg, semmilyen nem volt. Isten látja el Elmondom, és oda mentem meg, hogy figyelje, a kezét nézzed. Mert ha a kezét néznéd, nem a mellét, akkor látnád, hogy ő az én menyasszonyom. Ezért mindig ha először, a ha jó tanácsom van egy nőnek, először a kezét nézd meg. Ha van rajta gyűrű, akkor nyom ki a szemeidet. Mert akkor az enyémet nézed. Vagy vág le a kezedet, vagy a láb, tök mindegy. Jézus ezt javasolta. Tanácsként mit mondott Jézus? Ezt. Jó tanács, nem? Nyom ki. Jobban jársz vele. Hány ilyen boldog ember jön majd a mennybe, hogy nincs szeme, meg nincs. Szóval ez, ez ne, egy, ne egy ilyen győztes csapatnak, azért mondtam, hogy úgy örültem, hogy ilyen nyomorultak voltunk két héttel ezelőtt, mert ezek, így megyünk a mennybe majd, Én jön a félszemű, és jó. mi lett a szemedre? Kinyomtam. Ó, szomszéd azt mondja, szép volt, muszáj volt kinyomni. Így megyünk a mennybe, nem így megyünk. Fehér lovon mikor jössz vissza? Ott már visszafelé jössz, ember, nem odafelé mész, az már visszafelé út lesz. Mit mond a hamis egyház? ő mindenki fehér lovon lovagol. Ott mindenki mai napig győztes csapat. A nagy túrós lesz győztes csapat. Azt mondja, hogy az igaz is. A testvéreim, akkor egy gyülekezetbe járunk, dicsőség az úrnak. Alig tartatik meg. Alig. Ezek a szemfényvesztésekkel ne higgyétek el, ez az ézabeli szemfényvesztés, ezért lesz jó majd, figyeljétek, mindjárt odaérünk Akháb királyhoz. Lehet, hogy ki is hagyom a többit, mindjárt akához ugrunk, mert annyira aktuális. De nézzétek meg, hát ez volt a lényege. Egyszer a hatalommal, egyszer erőviszony, hogy hú, de erősek vagyunk, szépek vagyunk. Ha az nem megy, akkor jön a szemfényvesztés. Arany drága szíveim. Hát ezt csinálta az ördög is. Nem azt mondta Évának, hogy egy a gyümölcsben új arcon váglak, nem ezt mondta neki, hogy. Hazudott neki, szemfényvesztés volt. És ez megy. És még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. A, a, az igaz és a hamis egyház között, hogy az igaz egyházban az Isten erején mindig a szellemre halt. A szellem a Bibliában pneuma, a lélek pedig psziché. Ez egy nagyon fontos dolog, a kettő elkülönül. Az, hogy Károli nem így fordította, az egy dolog. Károlyért ne, ne bántsátok ezért, mert károlyért csak hálásak lehetünk, mert lehet, hogy elfordított egy-két dolgot, de lefordította a Bibliát, dicsőség ezért az Úrnak. És ugye nagyon érdekes, hogy a vallás mire hat, elmondom mire hat, a lélekre hat. Figyeljetek, ezért kellenek teátrális dicséretek. Majd meglátjátok, hogyha azt mondják, hogy megújulás van, mi az első, amit megújítanak, könyörgöm, figyeljétek oda, a színpadot újítják meg először testvéreit. A színpadot. Olyan göthös székeken ősz, de a színpad 21. századi. Miért kell meg, megérint, mert mert a lélekre akar hatni? A lélekre miért szeretne hatni a hamis? Mert ha a lelkedre hat, az ösztönös téged cselekedetekre. Ha az asszony, Sámsont vegyük, most ne a tiedét, meg az enyémét, Sámsonnak, mit csinált a Delila? Addig dumált neki, még mi, mi történt Sámsonnal, halálosan belefáradt a lelke. Ezért az igaz egyház, az a szellemedre akarhatni. Az igaz, ige, a Krisztus a szellemedre akarhatni. Azt mondja, hogy az Isten fiai igazságban és valóságos szentségben imádnak engem. Azok az Isten fiai, akik szellemben járnak. Az Isten, a Jézus Krisztus, az én vagyok az út, az igazság és az élet. Az én gyermekeim szellemi gyermekeim. Milyen halt meg Ádámnak? A szellemi része halt meg, a teste és a lelke megmaradt. Mi születik újjá? Amikor azt mondom, hogy újjá születtem, a testerem, én éltem, ugyanígy néztem ki, egy picit nem volt ennyire almás derese a szín, de ugyanígy néztem ki. Mi, mi született bennem újjá? A szellemem. A lelkem azonnal újjá született? Hát tele volt rony gondolatokkal, ugyanúgy. Ugyanúgy. És ezért különbséget kell tenni. A vallás miért, miért, miért érzed azt 10-20 év után, hogy csődöt mondasz? Azért, mert a lelkedre hatott. De a lelked nem hozott, a lelked ad érzelmi változásokat, okoz jó napot, de mély elementáris változást a szellemnek az újjászületése okoz. És ettől hamis a hamis, hogy hat a lelkedre. Ha szép a dicséret, ha sírsz, mert lassú, és ezért csak vigyázzatok, még egyszer mondom, nem az a dicséret, hogy látványos hangefektekkel tudod mi a dicséret, amikor belőled az, hálából fakad fel. Amikor megérted, hogy Istenem, megérted az Isten beavatkozását az életedbe, és hálából fölfakad a dicséret. Ez dicséret. Amikor hangefektekkel, meg mindennel, ezért figyeltek ott billen át a dicséret mindig, addig jó, még fapados és parasztos. Amíg ösztönből megy. Abba a pillanatban, hogy ki van munkálva, ez nem koncert. A dicséretet ma mivé munkálták ki, elmondom nektek, koncerté. Tökéletes, pro miért kellettek a, a világi zenészek, miért kellett őket megtéríteni, hogy fölkerüljenek a színpadra? Elmondom miért. Hogy még a személyében is azt a hatást érezt, hogy érezt, hogy itt valami nagy dolog történik. És évtizedek óta hallgatod, és mégse hozott változást. Mert mire, ha sírtál, jó esett, jó esett, de az érzelmeidre hatott, és az Isten pedig nem az érzelmeinkre akar hatni. Azt mondja az Isten igény, hogy vigyázz, mert aki érzelem, az, az, az érzelmi ember nem tud Isten fia lenni. Csak a szellemi ember tud Isten fia lenni, és ez egy óriási különbség, ezért ma rengeteg az érzelmi keresztény, és kevés a szellemi keresztény. És az igaz pedig azt akarja, hogy szellemi keresztény, szellemi keresztények, szellemi keresztények legyünk. Mik az ismertető jegyei gyorsan még a hamisnak? Ami a legfontosabb, és muszáj elmondanom ezt, kihasználja az aktuális politikai hatalommal való közösséget. Miért használja ki? Azért használja ki, mert így tud érdeket érvényesíteni. Ez egy fontos dolog. Tesérém, ez nem ma kezdődött így, ez így volt 2000 évvel ezelőtt is. Abba a pillanatban észreveszed róla, hogy abba a pillanatban, hogy elkezd politikával játszani, összeházasodni, kacsingatni, a legutolsó a Babilon, és a Babilon alatt ne a katolikus egyházt értsétek. Nézzétek meg, majd ott elolvassátok, a 17. részben indul a bukása. Figyeljetek, mi történik. Az történik, hogy amikor a világ rájön, hogy az egyház, akivel összeházasodott, az uralkodni akart rajta, akkor nézzétek meg majd, hogy a világ hogy rázza le magáról, és hogy semmisíti meg az egyházat. Mind a kutya a bolhát, úgy lefogja magáról. Ez jelenések könyvében nagyon mélyen, leírja ezt a, le, nagyon mélyen leírja ezt a Biblia. Kihasználja és él a politikai hatalommal a céljai eléréséhez. É, testvéreim, ezért fontos dolog, hogy minden egyes közösség, és bocsássatok meg, ez így volt, több ezer év óta így van, és az én egyházomnak is ezt tette tönkre a jövőjét, meg a jelenét is, abban a pillanatban, hogy egy közösség, a politikai hatalomra kezd el számolni, az abban a pillanatban tönkretette a jövét. Mindegy, hogy mekkora, és mindegy, hogy hogy hívták, és mindegy, hogy milyen sikereket élt el. A politikai hatalommal való is, és, és, és most ne jobb oldalra, meg bal oldalra, politikai hatalomra gondoljatok, azval való összeházasodás abban a pillanatban tönkretette, megszűnt gyülekezetnek lenni. Tesőreim, a sorba állnak forintokért az egyházak. Bárcsak ilyen lelkesen állnának az úr előtt az emberek. És ez történt minden egyes korszakban, minden egyes. Korszakban. A fehér lóból, az eredeti evangéliumból miért sárgaló, halott ló? Mert ahogy megnézitek, a sárgaló az nem sárga különben, hanem hullaszínű az eredetiben A hullának nem az a, az a szép sárga színe van, mint a falnak. Ha láttam már hullát, az olyan. Az ijesztő. Ezért nem jó hullát nézni. Miért volt a bibliai kultúrába azonnal el kellett tenni? Miért? Mert, mert elvette az életkedvedet. Hát milyen pervez dolgok vannak, ma hullákat nézegetnek, meg ott tartják a lakásba. Testvéreim, ez, ez ez a leépülést jelenti. Ez a leépülést jelenti a, a, az Isten. Ö, országában az Isten igéjével való kapcsolatban. Összeolvad politikai rendszerekkel, és ugyanazok a nézetei, döntései, ugyanazokat a szavakat hallgatod. Én megdöbbenek, mikor hallgatom az én volt enyeszent szent egy hogy ezt talán szerdán vagy múlt héten mondtam, olyan, mint egy Fidesz nagygyűlésen lennék. Csak az a különbség, hogy a Fidesznek az a feladata, de az egyháznak meg nem az a feladata. Hallgassátok meg! Elkezdődik egy online istentisztet, és elmondják, hogy mossatok kezet, vegyetek ezt, vegyetek azt, vigyázzatok egymásra, stb. Nem ez az Isten tisztelet célja. Vagy te eldöntöd, hogy húzol-e maszkot, vagy nem. Vagy te vigyázol magadra, és persze természetesen a törvény ellen kéne menni, de nézzétek meg, még hála Istennek jó időben vagyunk, mert még senki nem merte meglépni, hogy az Isten tiszteleteket betiltják. Mai napig szabad összejönni, és sokan nem értem, hogy miért nem értik meg. Össze lehet jönni, Persze, aki fél, ne jöjjön, hát mi is ezt támogatjuk itt, hogy nem, nem, hát volt valaki, akit fölhívtam, hogy jöjjön ide? Én még soha nem hívtam föl senkit. És ti se tegyétek, ez nem így működik. És ezért fontos, hogy mindig átveszi azokat az ismertető jegyeket, ezért fordulhat elő, hogy az istentiszteletek politikai nagygyűlésekké váltak. Csak hol az evangélium? Elmarad az evangélium, ez minden egyháznak a, 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 a bukását okozta. Ennek az előképe volt az Akháb és a Jézabel, amiről ma fogok tenni. Teséreim, ezeknek a hamis ö, vallásoknak mindig az a baja, hogy lecseréli az Istent. A Baállal mindig az volt, a baál miért volt egy, miért féltette Isten a baáltól a zsidókat? Azért, mert egy alternatívát kínált az ördög, az igaz Isten tiszteletre egy alternatívát, és tudta nagyon jó, hogy el fog hajlani a szívük, és el fogja őket vinni, és nézzétek meg, hogy mi lett belőle. És mindig is ez van, mindig is egy alternatívát, eh, alternatívát kínál az öldög. Ami, is, ami, is, ami még érdekes, hogy a, a hamis mindig üldözi az igazat. Az illést kiüldözte. A hamis. Mindig üldözni fogja az igazat. Ez minden egyes korszakban így volt, hogy a hamis, persze olyan álságos, hogy szeretjük mi a testvéreinket, csak közben a sátán szolgái, soha nem mertem kimondani egyetlen egy egyházvezetőre, hogy a sátán szolgája. Az, hogy kritizálom a cselekedeteit, testvéreim, jogom van hozzá. Jogom van hozzá, és neked is jogod van hozzá. De az, hogy valakit személyében, vagy sátán, testvéreim, ez nincs jogom. Ez nincs jogom. Ez nincs az embernek joga. És ezért mindig üldözi, ezért megy egy üldözés, ezért nem, ezért nem tudnak békességre jutni 10, 20, 30 éves. Sokszor a világ előbb megbékél egymással, mint keresztények. Évtizedes háborúságok vannak. Nézzétek meg egyházak között, év ezredes háborúságok vannak. A mai napig ültessétek le a katolikus és a református vezetőket egy asztalhoz. Ha nem tudjátok, háborúságok vannak. És mit hozott Jézus? Beköszön és azt mondja, hogy miért jöttem a földre? Hát akkor döntsd el. Aki békességet hoz, az Krisztus küldötte. Eleve kizárja a törvénykezést. Tesvérém, egy közösség úgy működik, hogy nem lehet benne tő, hogy ezt csináld, azt csináld, amast csináld, emeszted, amaszted. A gyerekednek meddig tudod megmondani, hogy mit tegyen, amíg kiskorú. És ha minél többször kényszerítetted arra, alig várja, hogy nagykorú legyen, úgy szakítja ki tokostól az ajtót. Évekig nem látod. Ez nem azt jelenti, hogy el kell kerülni a nevelést, de van egy időszak, ami után nem lehet, el kell engedni. Menjen az ő hitére. Mondhatjuk volna, hogy a tékozó fiú apja milyen egy bestelen apa volt, miért adta oda a pénzt, miért engedte a fiút, miért nem kötözte oda a disznóholhoz. Elengedte. Viszont kit kapott vissza? Egy olyan embert kapott vissza, aki saját maga döntött úgy. Saját maga döntött úgy. Az igaz, az nem akarja rákényszeríteni a, 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 a másikra a, a dolgait. És ezért, ha megnézitek a királyok könyve, az akkáb Jézabel kora tele van a proféták üldözésével. Sőt, hát azt lehet látni, hogy Jézabel nem csak üldözte, hanem meg is akarta ölni. Testvéreim, a történelem formán. Ki ölte meg az igaz egyház képviselőt? A világ? Ne. Testvéreim, nem. Nem a világ. Hanem a hamis ölte meg az igazakat. Hát az inkvizítorok kik voltak? Nem kormányhivatalnak voltak a tagjai. A jezsuiták kik voltak? A mai inkvizítorok kicsodák? Ezek mind olyan emberek, akik valaha Isten tisztelték. Egytől egyig. Így válik észrevétlenül az igaz hamisság. És igen, ma már olyan jogokat akar ma, hogy nem lehet megszólalni, nem lehet megkritizálni, nem lehet kijelenteni a dolgokat, hát dehogy nem lehet. Személyében nem szabad sérteni, ez teljesen egyértelmű. Ez teljesen egyértelmű. Ezért sokszor fogod úgy érezni a nehézségekben, hogy egyedül vagy, ahogy illés is érezte, de szeretném elmondani, hogy illés óta tudjuk, hogy nem vagyunk. Egyedül, és tudjátok, ezt kik tudják meg, hogy mert lehet, hogy le, adódhat olyan alkalom, amikor tényleg magadra maradsz. Ez egy létkérdés, hogy az Úr beengedte, és veled vacsorázik. Az igaz egyháznál ez a lényeg. Hogy bennem van az Úr, és velem e, e, velem vacsorázik. A Malakiás negyedik rész, ötödik verse egy nagyon érdekes igét mond, azt mondja, hogy az utolsó időkben újra az illés szelleme fog megjelenni. Ugye nagyon érdekes ez, hogy mit jelent ez az illés szelleme. Sokan azt hiszik, hogy illés fog jönni. Ez egy jelképként használja, mit jelent az illés szelleme, hogy olyan lesz az utolsó idő, hogy a hamis üldözni fogja az igazat. Ezt jelenti az illés szelleme. Én a keresztény életem folyamán egyetlen egyen nem kalkuláltam. És ez egy óriási tévedésem volt. Én ezt nem akartam elhinni, hogy hogy a hamis üldözni fogja az igazat. Én ezt nem akartam elhinni, hogy egy háztag üldözni fog egy háztagot. Én ezt nem akartam elhinni, hogyha én megkérek valakit, hogy hadd menjek az utamra, akkor a másik nem az, fia, ha egy normális, ha odáll eléd egy alkalmazott, és azt mondja, hogy köszönök mindent, volt jó is, rossz is, de még nem tudom, hogy hová megyek, de, de engedj el, akkor te mit mondnak, te üldözöd, oda telefonálsz a következő munkahelyre. Testvéreim, ez egy szörnyű dolog. Ilyet a világ nem csinál. Ilyet a világ nem csinál. Abszolút. Abszolút. Mi a baj a hamissal? Hát az a baj a hamissal, és itt van a klonkúzió lényege, ami lehet, hogy megint ö, ö, fülviszketést okoz, az, hogy a hamisnak a vőlegénye a sátán. A hamisnak nem az úr a A hamisnak a sátán a vőlegénye, mert őnek is kell menyasszony. Ő is szeretne mennyasszonyt. És ő is, ő is rájött arra, hogy jó dolog lesz a mennyasszony. De az indulat dönti el. Az indulatot figyeljétek mindig. Ne azt nézzétek, hogy mit mond a szájával. Az indulatot figyeljétek. Azt mondja, hogy azok a krisztusi, akikben krisztusi indulat van. Akikben krisztusi indulat van. Ez mindig egy, mindig egy, mindig egy folyamat fontos dolog. Jézus egészen másképpen viszonyul a mennyasszonyához. Jézusnak nem voltak hatalmi vágyai, mint az ördögnek. Jézus ezért mondta, hogy ez az indulat legyen meg. Az ördögben a hamis egyházban, testvéreim, az a legnagyobb baj, hogy nincs meg az az indulat. Nincs meg benne a Krisztusi indulat. Ha nincs meg benne a Krisztusi indulat, akkor egy egészen más mennyasszonyt, egy egészen más te, uh, egészen más fog létrejözni. Más lesz a két mennyasszonynak a sorsa. Amit most el kell döntenünk, az az, hogy kinek vagyok a mennyasszonya. Testéreim, ez vagy ennek, vagy annak, ez egy nagyon egyszerű döntés. És egyben nehéz is. És mind a kettő kampányt folytat. Mind a kettő vőlegény kampányol. Csak az egyik rád bűzös azt mondja, hogy figyelj, én nem fogok magamról. Jézus nem mentegetőzött soha. Figyeljetek, még Pilátus előtt sem mentegetőzött. Tudjátok ki, tudjátok, ki mentegette? Pilátus. Nézzetek meg Pilátus hány mentséget föl. Jézus nem mentegette magát. Egyetlen egyszer nem mentegette magát. Azt mondja, hogy régen rossz, hogy nekem mentegetnem kell magam. És ezért az igaz egyház hűséges Jézushoz, a hamis pedig hűtlen Jézushoz. Testvéreim, nem tudok más mondani, de higgyétek el, hogy a politikával való összefonódással még egy párt, még mindig, mindig ne felejtsetek el a hatalom, az mindig miért kell, az anyagiak miatt kell. Ez nem normális, hogy gyülekezetek, céghálókat ne, tehát sokakat meg lehet ezzel letetni, de én most nem a Bartus Lacinak a könyve, a Bartus Laci könyve rendkívül jól feltárta azt a jelenséget, és tudom, amikor kimondom, hogy Bartus Laci, akkor ugye megmondtam, biztos a Bartus téged fizet. Hát a Laci tudja a legjobb, hogy én nekem egy forintot nem küldött, meg én se neki. Mit tárt föl? Azt a jelenséget tárta föl, és ez, ez általános, nem csak a hídgyülekezetére vonatkozik, mert mindegyik megvan ezzel itatva, etetve. Ez azt jelenti, hogy azért kell a hatalom, mert a hatalom mellé pénz jár. És figyeljétek, ma ez nem normális, hogy az egyházak céghálózatokat működtetnek. Ezt ne tartsátok, lehet, hogy azt mondják, hogy normális, de ennek semmi köze nincsen az evangéliumhoz. Nem kell céghálózatokat fenntartani. Nem kell egy egyháznak trükköznie. Tessére, miért kell adómentességet adnak az egyházaknak? Miért kell cégeket fenntartani egy egyháznak? Ha te neked adómentességed lenne, azt mondanánk, hogy Rostás Zoli adómentes vagy, eszemben nem jutna egy KFT-t létrehozni. Hát én vagyok az adómentes. Hát minek? Miért hozzák létre? Elmondom miért. Az egyéni ambíciók és az egyéni indulatok miatt. De ez nem Krisztus evangéliuma. Figyeljetek, a Lukács evangélium negyedik részében Jézus bejelentés. Ez nem azt jelenti, hogy a gazdagokat kizárt, kizárta. Olvassátok el a Lukács négyben. Kihez jöttem? Szegényekhez. Üssetek rá az eredetről, hogy mit jelent a szegény. Szó szerint. Koldusokhoz, elesettek -e, stb. Nincsenek kizárva a gazdagok ebből, csak Jézus nagyon jól tudta, hogy nem tudsz egyszerre két úrnak szolgálni. Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Ezért hivatkoznak mindenre, hogy áldás, stb. stb. Ezért volt a politikával való összefonódás. Mindig is ezért volt, amit múlt héten elmondtam, amikor a pápa az Assisi Szent Ferenccel beszél. És azt mondja, hogy nézd meg, Szent Ferenc, milyen csodálatos, minden aranyból van, milyen szép, kejheink, a tányérjaink aranyból vannak, gyönyörű, szép. Péter ezt nem tudta elmondani, hanem Péternek még azt kellett mondani, hogy aranyom, ezüstöm, nincs nekem. De nézd meg, eltelt pár száz év, és az egyház hála az úrnak, csak hogy melyiknek, ugye? Már elmondhatja, hogy van aranyja és ezüstse. És az azt hiszi, azt válaszolta neki, hogy Uram, minden tiszteletem a tiéd, valóban, tényleg látom, hogy minden aranyom ezüst, minden arany és ezüst, de egy valamit viszont te innentől kezdve nem tudsz kimondani, hogy az Úr Jézus nevében, kelj fel és járj. Testvérém, miért nem tudjuk kimondani ezt? Nincs benne az igében? Hát ez van. Azt mondja, hogyha ha olyanokat cselekszünk. De ennek meg kell, hogy legyen az erkölcsi oldal. És higgyétek, hogy a hatalmi és az anyagi vágyakozása az egyháznak, figyeljetek, annak mindig mi volt a következménye, elmondom mi, erkölcsi következményei voltak. Mindig is erkölcsi következményei voltak. A kettő szétválaszthatatlan egymástól. Figyeljetek, én őszinte leszek hozzátok, amikor elhittem ezt, hogy húsz évesen törtetni kell, vállalkozásokat kell alapítani, gazdagok legyünk, az Isten megáldott bennünket, elmondták százszor, hogy azért áldott meg az Isten téged, hogy az Úr munkáját támogasd, ezt én rengeteg hallottam, figyeljetek, sokáig nem értettem, és el is buktam benne, el is mondtam, el is buktam benne sokszor, többször, hogy mindig az anyagi nagyravágyásokat erkölcsi bukások követték. Mindig. Házasságtörések, nőzések, stb. mindig erkölcsi bukások követték. Mindig. Nézzétek meg a világ legdrágább, leggazdagabb embere, Salamon. Mi követte? Pedig ő az Istentől kapta a javait. Vitathatatlanul nem a hívők dobták össze. Figyeljetek, milyen válságba ment bele utána, milyen erkölcsi válságba. Ezért ma az, hogy egy, egy, egy pásztort egy bordélyházból szednek ki, ez ilyen hétköznapi. Miért? Ez, ez mi nem a, nem a nem a nem ott kezdődött ez, hanem ott kezdődött, hogy felcseréltük az evangéliumot, az igaz evangéliumot anyagiakra és hatalomra, és ez mindig a hamis egyháznak a jellemzője. Minden egyes alkalommal, ezért sokan azt mondják, hogy de ez áldás, hogy végre ugyanezt csapta be a nagy Konstantinusz az embereket, hogy üldözték őket, és utána azt mondta, hogy gyertek, építünk templomokat, ez egy becsapás, ez egy csapda. Testvérem, azt mondja, mit mond Jézus a Máté 24-ben, hogy vigyázzatok, nehogy elhite a hitetés, nem olyan, hogy én vagyok, jöttem, hogy be akarlak csapni a hitetés, az, hogy átver, úgy hitet el, hogy te nem tudod, hogy el vagy hitetve. És ezért ezek mindig egy ilyen örök jellemzői voltak. Nézzétek meg, és ezzel szeretném zárni a Galata levél, ugyanoda térek vissza, ahova elindultam, hogy az evangélium változik meg. Más Jézus, más szellem, és a más szellemből más evangélium lesz. Ez a hamisnak az ismertető jegye. Jézus mit mond Máté 24 szintén? Ha újra ez az evangélium hirdettetik, amit én hirdettem, akkor tudjátok, hogy közel vagyok. Testvéreim, a jelenések könyve mit mondott a közepén, amit majd meg fogunk nézni? Újra megjelenik az örökkévaló evangélium. És hirdettetik minden népnek, minden ágazatnak, minden nemzetnek, minden nyelvnek. De testvéreim, ezt az evangéliumot nem a ma bejegyzett felekezetek fogják hirdetni, hanem ezt az evangéliumot azok fogják hirdetni, akik kijönnek a hamis egy, akik kifutnak a Babilonból. Mert nem tudja a hamis hirdetni az igaz evangéliumot. Nincs rá képesítése, meghasonlás lenne, ha a hamis igaz evangéliumot tudna hirdetni. Miért nem áll meg a világ nekünk azért, mert nem az igaz, evang igaz evangéliumnak meg fog állni a világ, testvéreim. Azt mondja, hogy sóvárogva várják kiket. Figyeljetek, mint nagyon bölcs a Biblia, nem azt mondja, hogy a gyülekezetek megjelenését, hanem az Isten fiainak a megjelenését. Megmondta volna, hogy az eklézia megjelenését, nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy olyan Isten fiakat vár, akik az evangéliumot akarják hirdetni és azt is hirdetik, és kompromisszumok nélkül. Jézus, amikor azt mondta, figyeljetek, ez nehéz, ez kinkeserves, hogy ebben a világban, ugye ezért, ezért a politikához van, aki miért megy oda, hogy majd a politikát, ugye mindig ez a duma az egyházak része, hogy majd úgy befolyásoljuk, hogy majd akkor, akkor majd megtérnek. Tesőrém, nekünk nem kell a politikát befolyásolni, mert a mi országunk nem a világból való. Minden el fog múlni. Minden. Minden. Jézus nem tudta volna megváltoztatni a római birodalmat, testvéreim? Figyeljetek, itt volt Isten fia a Földön. A legundorító birodalom uralkodott akkor a Földön. Mert Róma azért nem volt egy matyó imzés. Na, ezt azért mondjuk el. Nem tudta volna megváltoztatni? Hát egy szavával meg tudta volna változtatni. Esze ágába se volt megváltoztatni, mert ő mit akart bemutatni? Testvéreim, az én országom nem e világból való. Figyeld a főpap imáját, olvasd végig, János Evangéliumban azt mondja, hogy Uram, én azt szeretném, ahol, ahol, mi vagyunk, ők is ott legyenek. Már a János 14 megelőzi, az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha nem lenne, megmondtam volna néktek. Figyeljetek ma a mennyben, mi történik? Hú, mind, amit mi csánk, uram, ezt rakd a azt rakd oda a helyére, ezt buktasd meg. Nem ez megy, készül a házam. Készül a házam, meg a tiéd, a hamis akar úgy berendezkedni, hogy itt a Földön, hogy nyoma maradjon, akkor a templomot építünk, hogy, hogy igaz, hogy egy ember se tért meg, de a templom legalább megmaradt, megmaradt, tényleg megmaradt. Tényleg megmaradt. Kíváncsi lennék egy ilyen bazilukába, hányan adták át az életüket valóságosan az Úrnak. Nem. nem ezen múlik, az evangéliumon múlik, Isten mindig az evangéliumot követi. Galata levél első rész. Hatodik résztől. Figyeljetek, milyen megrázó. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok. Mi a fő probléma? A más evangélium. A más evangélium az miért van? Mert más a Krisztus. Testvéreim, akár szépen, akármilyen szépen mondja, akárhányszor kimondja Jézus nevét, ha más a Krisztus, abból más evangélium lesz abban nem hívőképzés lesz, meg tanítványképzés lesz. Épp szerdán említettem, hogy megdöbbenve tapasztalom, hogy ugye évtizedek kellettek, hogy megértsem, hogy miért kellett elhagynunk, a, mert ugye a elhagyja apját és anyját, az azt jelentette, hogy éljünk önálló életet. De ugye ott maradt a másik, hogy tiszteld apádat és anyádat. De ugye én nem azt tanultam, hanem azt tanultam, hogy a démonok jönnek rám, átkozás jön, ne menjek haza karácsonykor, ne menjek haza húsvétkor, anyám tele van démonnal, apám ilyen, olyan, amolyan, ne álljak vele, ezt, ezt tanultam. És miért? Elmondom miért, mert olyan mocskos ez a hamis, hogy a legalapvető emberi kapcsolatokat, és tudjátok hányszor mondta anyám, aki az életében nem volt hívva, hogy fiam, fiam, ebből baj lesz, távozz tőlem, hazamentem. Ő neki nem mondtam ezt, mert egy cseppnyi tisztelet. Hazamentem, elhagyod anyámat, elhagyod, elhagyod, kimész belőle, sart, és figyeljetek, mantráztam. És a hót hitetlen anyám, tudjátok, hogy mekkora igazat mondott? Miért? Hát mert jót az anyám. Ő jót akart nekem. És látta. És amikor a folyamat végén börtönbe kerültem, emlékszem, amikor először hazaengedtek a börtönből, egy szóval nem mondta, hogy ugye megmondtam, fiam fél órát sírt a nyakamba. És figyeljetek oda a gyerekeitekre, főleg akik ilyen meg a gyülekezetbe jártók, és még a gyerekek már ott vannak, még ott vannak, de a szülők nem, testvéreim, nem hívőképzés zajlik ezekben a gyülekezetekben, hanem janicsárképzés zajlik. És az a tapasztalat, és akik ebben benne vannak, tudják, nem a szülő mellé állítják a gyerekeket, hanem a szülő ellen fordítják a gyerekeket. Ez a hamisnak a másik ismertetője. Ha te a szüleid ellen fordulsz, akkor te, te ne is gondolkodjál. Te nem vagy az igaz egyháznak a tagja. Mert mit mond a Biblia? Tiszteld apádat és anyádat. Mindegy, hogy ki az. Mindegy, hogy ki az. Mindegy, hogy ki az. Mert az életedet attól kaptad. Én nekem apám öngyilkos lett. Anyám másik férfival élt. Anyám is öngyilkosakat. Majdnem szülő nélkül maradtam. De tudjátok, amikor ránézek a, a, az öt gyerekemre, ha anyám késsel jött volna a nyakamra, akkor is azt mondtam volna, hogy anyám tisztellek, mert egyszerűen hálás vagyok neked, hogy lehetett öt gyerekem. És most egy nagyon szélsőséges esetet mondtam. Ezért mint ez zajlik a hamisba. Ezt nem értettem, nem volt normális, nem volt normális, hogy egy, hogy, egy, hogy egy, egy gyerek az apjának nem engedi meg, hogy rátegye a kezét, hogy imádkozzon, de a vadidegen pásztora meg tapizhatja, ahogy akarja az apjával nem megy el közösségbe nyaralni, de a hülye keresztény táborokba végig tölti az egész nyarát. Testvéreim, ezek, ezek olyan, azért mondok, gyakorlati ismertető jegyeket, ezek elhajlítják az eredetitől a szívet. Nem mertünk otthon úrvacsorázni, mert nem volt otthon egy aktuális presbiter vagy egy pásztor, aki kiosztja a, a, bort meg a kenyeret. Nem mertünk a szomszédért imádkozni, hanem fölhívtunk valakit, egy evangélistát vagy egy szolgálati ajándékot. Ezt a szolgálati ajándékos dumát se egyétek meg. A szolgálati ajándékot onnan veszitek észre, hogy képes magát kiüríteni, és a másikért él. Mert a szolgálati ajándék miért adatik? Haszonra, kinek a hasznára, ne keverd össze, nem az ő hasznára, hanem a tiédre, testvérem. A tiédre, a haszon az a tiédre megy. Hát ez a lényeg a szolgálati ajándéknak. Ezért mondta Péter, hogy aranyom ezüstöm, azért, mert nem lehetett volna. Olyan prédikáló képessége volt Péternek, hogy megmalmozta volna az egész kis Ázsiáig mindenkit. Pálnak olyan retorikai beszéd képessége voltak, ha pénzt szeretett volna gyűjteni, mindenkiből kiszedte volna. Nem erre használták a szolgálati ajándékot, hanem a közjavára. Meghaltak a maguk számára. És nézzétek, mama, adnak van az ideje, hogy megmagyarázzák, hogy azon vitatkoznak, hogy akkor most az a vagyon jogos-e, vagy nem jogos. Testvéreim, hamis az egész. Megromlott. És ezzel ellen, a hamis ellen, semmi más, és értsétek meg, hogy nagyon sokszor ebbe a hibába estünk bele, hogy a lelkünkre hatott. De a lelkedre való hatás az elillan. Miért illant el a legjobb Isten tisztelet is, amikor annyira jó volt, érezted a lelkedbe? Azért, mert a lélek az még nem okoz egy mély szellemi változást. Bár csak így lenne. Bár csak így lenne. Egy, bocsánat, egy szelindion szám is hat a lelkedre. Hát vannak olyan gyönyörű világi zenék, amelyek úgy hatnak, hogy folyik a könnyed patakokba. Hát most nem azt mondom, hogy a korda sírok, de, de mit tőlem, van olyan, amit zokogok, mert gyönyörű, szép, elolvasol, mondta, én például, amikor elolvastam a Nyomorultak című Viktor Hugo könyvet, sírtam. Hát azon a zsánvázsamon csak sírni lehetett, testvéreim, az egy olyan megható, széttépi az ember lelkét. De ettől nem születek újjá. Ettől nem tudom a másikat szeretni, ettől nem tudok elfordulni a bűneimtől, stb. stb. Ha már nyomorultak a zsánvázsamot, mi változtatta meg? Az, hogy ott aludt a Lutta papnál? Nem, az változtatta meg, hogy amikor lenyúlta az ezüstöt, és elkapták a rendőrök, akkor mit mondott a pap? Nem emlékszik rá? Én adtam oda magának. És ott a zsámvázsán mit mondott? Bocsánat, egy kis irodalom zárjuk. Csak ide illik. Ott a zsámvázsán ma így ránézett, és azt mondta, hogy ilyen nincs. Ilyen nincs, ilyet ember nem tud csinálni. Ilyet csak Isten tud csinálni. Olyat ember nem tud csinálni, bezavarták az őskeresztényeket az arénába, és, és az oroszlánokat, vagy ott fogták a tüzes vasat, vagy ott voltak az inkvizitorok, hogy tagad meg a hitedet. És vette egy levegőt, és azt mondja, hogy az Úr Jézus Krisztust soha nem tagadom meg. Átbögték a hasát, de még nem halt meg. Tagad meg a hitedet! Az Úr Jézus Krisztus soha. És akik ezt kívül látták, értetek? Azok azt mondták, hogy ezek hívők. Ezért kellett megvenni a kereszténységet kilóra, mert úgy terjedt, mikor ölték őket, mint a, mint az oszlódással szaporodott. Rága barátaim, bátorítalak benneteket, hogy ne engedjétek. Ezért van ez, hogy a lélekre hatnak a dolgok, mert a lélekre hat. Figyelj, mikor, mi, mit csinálnak ilyenkor az 1%-nál, vagy bármilyen gyűjtésnél, mit csinálnak? Bemutatnak neked egy rákos gyereket. Bemutatják a rákos gyereket. Az mire hat neked? Mire hat? Utána te rák ellenes orvos leszel. Nem, hanem arra hat, hogy megnyomod, hogy 1, 2, 3, 4 és fizetsz. Tesőrem, így működnek a mai hamis egyházak. Hogy a lelkedre hatnak, hogy fizess, És utána tíz év múlva rájössz, hogy nem tudtál megváltozni. Tíz év múlva rájössz. Tudjátok, milyen tragédia volt, amikor ott állok a gyülekezetemben már tíz éve, házas vagyok, stb. 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 és rányomok a pornóra. Tesvéreim, tragédia volt. A saját szemeim előtt volt tragédia, hogy édes jó Istenem, hát, hol vagyok én? Hát mit csinálok eddig? Mit csináltam én? Mire van erre szükség, És ott fekszik a, a gyönyörű szép feleségem, értitek? Ez tragédia volt az embernek. Nem történt belső változás az emberbe. És ez a különbség, ez egy óriási különbség. És én, én nem akarok, mert reggelig tudnám sorolni a, a, a jeleket, és se, ö, 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 személyeskedni sem akarok ö, senkivel, meg nem is tisztem. Nagyon jól tudjátok ti, csak ezt ígézzétek meg belőle, hogy a hűség az az igaz egyház egy alapvető ismertető jegye, és, ö, és, és a hamis egyház pedig úgy akar keresztényé tenni, hogy közben nem változtatja meg a szívedet. Miért van a keresztények között ma egy kiégés? Az, mert benne ül 20-30 éve a gyülekezetben, és ugyanolyan maradt a szíve. Hát ez a kiégés. Ez egy kiégés. És itt, szembe, és, itt, és, itt, és itt, szembe, kell nézni a tükörbe, és azt kell mondani, hogy uram, most két lehetőség van, eljátszott, hogy megváltoztál, a legrosszabb, ne tedd, inkább maradj olyan, amilyen, nehogy megted egy lépésre tegyél, mert ott a, megásod a saját sírodat. Vagy ha meg nem játszod el, akkor meg ott ülsz, és nem tudod, hogy most mit csinálok én. Testvéreim, nem kicsi az életünk a tét. Ezért ugye a jelenések könyve így zárul, és azt mondja, és így zárul, jelenések könyve 18. rész, 4. vers. Isten, mint a Salamon, ugye visszajön az ezer nőből, és azt mondja, hogy az a helyzet, hogy megcsináltam én mindent, amit lehetett, és rájöttem arra, hogy semminek semmi értelme nincs a nap alatt. Mit mondott Salamon? Az Isten nélkül semmi értelme nincs az életnek. A jelenések könyve 18. részének a 4. versében Isten Jézus Krisztus levonja a következtetést. Azt mondja, hogy barátaim, én annyi mindent megpróbáltam ezzel a Babilonnal. Szóltam a szívére, a lelkére, stb. stb. Barátaim, Babilonnal kapcsolatban egyetlen egy megoldás van. Fussatok ki belőle. Ez az egy megoldás. Nincs más megoldás. Nincs más megoldás. Hogy nehéz, ott hagyni a, 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 a tradícióidat, a, a, a szokásaidat, az ismert embereket. Hogy ne nehéz, hogy ne lenne nehéz? Hát persze, hogy nehéz emberileg. De testvérem, a hamis, az hamis, az igaz pedig igaz. És a kettőnek nincs egy útja. És ez a tekezetben van, hogy melyik úton mész. És kívánom, hogy, hogy mindent tegyünk meg mindannyian, ti is, én is, hogy valóban. Valóban a Krisztus eleme megmutatkozzon bennünk, hogy más legyen a cél, ne az legyen a cél, hogy, hogy hatalom legyen. Tudjátok, az Evangéliumot Jézus azért félti, mert nézzétek ma az Evangélium hirdetés, hatalmi eszközöket szolgál. Középkorba is, aki hirdette az Evangéliumot, az volt a hatalmas, az volt élet-halál ura. Ma ugyanaz a középkor jön vissza, sötétségben. De az Evangélium nem erre adatot, hogy téged hatalmi eszközökkel lenyomjon, az Evangélium arra adatot, hogy téged felemeljen és kiemeljen. Az evangéliumnak olyan a természete, hogy amikor ott fekszik a prostituált, és a prostituált tényleg dönteni akar, akkor a prostituáltnak azt mondja, hogy menj el, a te hited megtartott. Amikor jön a római század, de csak akkor nem azt mondja neki, hogy te egy hitetlen senki házi vagy, te ilyen politikai olyan, hanem azt mondja neki, hogy menj haza, a te hited miatt a szolgád meggyógyul. Az evangélium egészen másról szól. És ezért létkérdés, hogy Isten az evangéliumhoz mér mindent, és ezért más az igaz egyház hozzáállása, és más a hamis egyház hozzáállása az evangéliumhoz. Drága barátaim, ha ebből csak annyi marad meg bennetek, hogy fekszel a sárba, és a gyűrűt kimutatod az úrnak, hogy rajta van az újadon, akkor én már elértem a célomat ezzel a három órával. Annyi erőd mindig maradjon, hogy a gyűrű az újadon maradjon. Mert aki mindvégig kitart, az üdvözül. És amikor majd ott leszünk üdvözülve, akkor azt mondod, hogy megérte. Megérte. Egy mocskos világot fogunk itt hagyni, ez már most látszik. Alig várom. Alig várom. Reggel, este, éjjel az ember úgy ébred. Szegény feleségem már azt hogy izé orvoshoz kell vigyen. Szóval várom. Várom. Nem, nem, nem találom a helyemet benne. Nem találom, nem tudok, nem tudom, hogy mi ez itt, ami itt most megy. És egyre jobban nem értem, hogy mi történik. És nem akarok a Covid-86. hullámánál nagykéssel rohangálni és kergetni valakit. Hanem egyszerűen várom azt az országot, ami nem a világból való. És ez nehéz, mert késik, mert ő maga mondja, hogy késik, késik, késik. Ez egy szörnyű dolog, amikor késik a vőlegény, de ő mert hogy kés nem kell. Daniel bőltől 21 napi bőtbe van benne, és megérkezik az angyal, és azt mondja neki, hogy már az első nap meghallgattalak. Kösz. Megvan neked ez? böjtöl, 21 nap után, és utána megjelenik az és azt mondja, hogy meghallgattalak az első nap. Mit mondasz, így első nekifutásban? Ja, kamuzzá, dicsőség az úrnak, persze. Mondtam, hogy emberek maradjatok, ne szórakozzatok. <laughs> Mit mondasz, uram, de hát akkor miért nem jöttél? Miért nem jöttél? Jöttem én, fiam. Csak megállt. mondja, ő is mondja, hogy jöttem, elindultam, hozzád jöttem, csak a perzsia fejedelme befeküdt az útba, és alébb kellett rugdosni. És ez akkora volt, hogy nehezen tudtam alébb rugdosni. Barátaim, másképp működik, Isten országa nem e világból való, úgyhogy keressük az Urat Isten kegyelméből, és ne aggodalmaskodjatok. Bizatok az Úrban, Megfog fog bennünk, ha megígérte, magához visz. Azt mondja, hogy sok lakóhely van, ha nem lenne, megmondtam volna nektek. Épp szerdán beszélgettünk itt az aggodalmaskodásról, hogy megvan, hogy azt mondja, hogy egy verép se esik le úgy, hogy ő ne tudná. Meséltem a testvéreknek, hogy van egy rigó, minden reggel fél hatkó kopog az ablakon. Ja, csak megvan a megoldás. Párzás van, és a hím, amikor meglátja magát az üvegbe, akkor azt mondja, hogy nőstény, és azért ugrál neki az ablaknak, de állítólag egy-hét nap és vége a párzás. Ha ezt tudtam volna, akkor nem veszem el a... Én meg csüzlival rövöldöztem, mikor pározni akart az ablakkal, de, e, e, mert ugye engem meg zavart fél hatkor. Nem. És nem tudtam megváltoztatni. Egy hónapja ébreszt. Minden csináltam vele megátkoztam, hogy, a, hogy esné le a földre. Minden, tényleg, őszinte vagyok hozzá, próbált csúzlival, úgy lőttem csúzlival, hogy egyszer sem tudtam eltalálni, egyszer majdnem, de megmenekült. Minden próbáltam. Holnap meg. Barátaim, nem kell aggodalmaskodnunk. Ha elpecsétel, elpecsétel. Most el fog pecsételni bennünket, csak a hűségeseket fogja elpecsételni. Kinek kell egy olyan mennyasszony, aki mindenkivel összefekszik? Hát nem? Ő is férfi, nem kell neki se. Igazi kell, hűséges kell, tiszta kell, szerető kell. Szenvedélyesen szerető. Az az egyház, aki az úri, aki a mennybe lesz, a szenvedélyesen szereti. Így funkál, nézzük. És nem az lesz, hogy ne nézed, az az én vőlegényem. Nem, a tiéd az éném. Nem lesznek ilyen párbeszédek, hanem milyen lesz. Tudjátok, végre megtanuljuk. Mert eddig az én azt megtanultuk. Az én, én, én. Tudjátok, mit kell megtanulni az egyháznak? Azt, hogy mi. Azt, hogy mi. Na, azzal vagyunk bajba. A mivel? Az én. Ó, ó, ó. Menj, atyám.